Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! Cső Laci! Cső, cső, cső! Hello, hello! Sziasztok! Jó estét mindenkinek! Bulizunk máma a Bahamasba állítólag, de majd kiderül. Hello, hello! Még nem indul el, kétszer kell indítani. Hello, hello! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Cső, 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 cső! Most indult el. Sziasztok, sziasztok! Most indult el a stream! Hello! Cső, Laci! Cső, 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 cső! Sziasztok! Reméljük, kikérdezi az értesítést! Szülőnapi stream van, mert holnap nem vagyok. Ma tartjuk itt live-ba. Hello! Cső, Marcel! Cső, Patrik! Szia, Levi! Szia, Ricsi! Cső! Szia Norbi, szia Szpi, szia Sanyi, szia Tünde, szia Peti, szia Niki, szia Zoltán, szia Gergő, szia András Simon, szia Zsobor, szia Zoli vagyok, szia Gergő, szia Zolán, szia Muhi Csobáné. Hello, hello, sziasztok! Cső Májt! Hello, hello, hello! Jó estét mindenkinek! Cső! Elhagytam a diákom béletem. Húha, Norbi, normális vagy? Vigyázz a cuccaidra! Sziasztok, sziasztok! Hello, hello! Jó estét mindenkinek! Ma bulizunk a városba! Hello! 28. 28. Ez a baj. 28! Az a durva, hogy 23... 24 volt? Ne, 23 volt, amikor elkezdtem, nem? Az RP-t streamelni. Sziasztok! Jó estét mindenkinek! Szülőnapi live van, így van! És a Bahamasba kéne bulizni, de majd meglátjuk, hogy mit hoz az RP. Öreg vagyok már, igen, közel vagyok a 30-hoz. Cső! Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Jó estét mindenkinek! Köszönöm, maranyosak vagytok. Így van, holnap nem leszek. Végre live. Szia Dominik! Hello! Köszi András a 17 hónapot! Hello, hello! Lacek, mennyi vagy, hogy jó lenne újra 28-nak lenni? Köszi! Niki! Ne küldd a pénzt! A ház pénzkőtöd, normális vagy? Köszi Zalán a 4 hónapot! Köszi, köszi! Most csináltál 200 forintból 100 forintot. Ügyes vagy. Köszi Bogja 39 hónapot. Sziasztok, jó estét mindenkinek. Örülök, hogy itt vagytok. Pazarol az asz, hogy látod botond? Nem semmi. 43. Lacek, az igen. Az igen, az igen. Sziasztok, 82 vagyok, így van 82. Ja, holnap nem lesz stream, mivel itten más programot szervezett a feleségem, úgyhogy ma tartjuk ezt az egész dolgot. Köszi Dominik az első donationedet, lufit is kaptunk, úgyhogy ja, ma ilyen, nem tudom, hát RP-zünk is, viszont lehet, hogy a Bahamasba bulizunk, ez majd kiderül. Eltelt 28 év, így van, sziasztok, sziasztok. Ó, Laci! Most jelezte 28 dollár a PayPal-en! Laci, a telefon jelezte! Köszönöm, Laci, nagyon aranyos vagy. Köszönöm, Csaba Balázs. Köszi, köszi, köszi. Sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Hello, hello. Köszönöm, Laci. Most kaptam meg. Köszi, Raven, te állat! Sok-sok boldog szülőnapot kívánok neked, Danikám. De most már megyek vissza IC. Raven, köszönöm, neked pedig boldog névnapot kívánok. Raven, van egy ilyen deja vu érzésem, tavaly is ezt csináltad, nem? Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Sziasztok, sziasztok. Raven, tavaly is, nem? Mintha ezt csináltad volna. Emlékszek rád. Jól esett amúgy, hogy IC se felejtetted el amúgy. Csak azért ott, hogy ne felezze meg. Köszi, Laci, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Sziasztok, sziasztok! Jó estét mindenkinek! Hello, hello! Rókának így van, névnapja van, Zsoltikat is teltese sokáig. Az lehet, köszönöm, hoznom kell a formát, köszi Réven, aranyos vagy. Kösz, kösz, kösz. Mikor lesz prank videó? Nem tudom, mikor lesz prank videó, de most egy autós tartalom lesz szerintem pénteken, az Audit lemostuk, és akkor ezzel kapcsolatban lesz egy informatív autós videó, illetve jövő héten majd egy komolyabb autós videó, ahol autópályán megyünk. Köszi, Feri! A Feri az edzőm, aki most donételt 1000 forintot, képzeljétek el, lemondtam a holnapi lábnapot. Úgyhogy, igen. Pedig ma még nagyon meg voltam indulva, Feri. Egy hónap lábnap lesz. Nem bírom a stresszt.
Hello, hello, sziasztok, aranyosak vagytok, köszi szépen. Gergő 32. Én egy filarón leszek, csak vele visznek be a bőribe. Szép vagy. Szép vagy, szép vagy. Milyen 39? 28! Hát, ha valaki látott, hagyja ki pont. Igen, cső Gábor, cső. Gábor, láttam a képeket, nagyon király. Sziasztok. Úgyhogy, ja, így cézünk egy ilyen kis szülőnapi RP stream. Lacek, tegezhetünk? Jó, köszi. Köszi, hogy megengeded. 20 leszel idén. Nem tudom, amúgy, tudjátok, mit vettem észre? Teljesen ki vagyok borúva, hogy újra kapcsolódik az OBS. Na, hogy nem tudom, hogy mit beszélnek a 20 évesek. Ezen kaptam magam mostanába. Igen, igen, Alpár, kisorsolom. Nem tudom, hogy mit beszélnek a 20 évesek mostanában. Lag, volt egy kis lag, igen, 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 igen. Sziasztok, sziasztok. Hello, bike. Köszönöm szépen, aranyosok vagytok. Nem tudom, IC-zünk is, bulizunk is, majd meglátjuk. Úszunk az árral, jó? De nem, hogy a 20 évesek, a 15 évesek se. Köszi Ádám Atyi, köszi, köszi, köszi. Aranyos vagy. Akad a hang, frissítsetek, jó? Lehet velem RP-zni, igen. Gyertek fel a szerverre nyugodtan, ha szeretnétek. Szia Levi, sziasztok, jó estét mindenkinek, akad a hang. Akkor frissítsetek rá, légy szíves, jó, mert lehet probléma van a hang. Köszi Szabolcs, ez nem Call of Duty, szia Dani. Köszönöm Szabolcs, aranyos vagy. Dani, arra is giftelni kell? Ezt nem értem, Sanyi. Nem, nincs most nyereményjátékunk, ha arra gondolsz. IC szerveztek neked valamit szülnapodra? Nem tudom, Benny. Én mondtam nekik tegnap, hogy lehet, hogy bulizni kéne. Úgyhogy lehet, hogy most ilyen copyright a stream lesz. Remélem, hogy nem tiltja le amúgy a YouTube. Bár megkértem D-t, hogy ilyen copyright mentes zene legyen. Vagy kiderül. Kiderül, hogy mennyire lehet ezt összehozni. Letiltani nem fogja annyi, hogy a reklámbevételt nem adja oda a YouTube az élőadásért. De hát az ilyen 4-5 ezer forint szokott lenni amúgy általában. Hello, hello, sziasztok, minden oké, okay, köszönöm szépen. Ma IC fogsz táncolni, és még OC. De vagyis, köszi Demon, nagyon kedves vagy. Köszönöm szépen a 2 eurós donation-t. Nagyon-nagyon aranyosok vagytok. Közelebb vagyok a 30-hoz, annyi ki van borúva? Hogy 23 voltam, amikor összejöttünk. Ez durva. Ez durva. Köszi Józsi az 5 hónapot. Köszönöm Norbi. De ma úgyse kellene reklám, legyen tegnap. Igen, nincs reklámbotond. Nem azt mondom botond, hanem nem... Na, szóval lehet a live közben is reklámot betenni, de utólag, aki visszanézi, az alatt is van reklám. Ha copyrightot kapok, akkor nincs alatta. Köszönöm, Drákel, a 10 román lejt, hát itt euró, lej, minden van. Niki 25 éves lett. Ő meg 20 volt, amikor összejöttünk, ja. A live elérhető lesz azonnal, így van, Zsolt. Köszönöm a 23 hónapot, Deku. Aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Úgyhogy elmúlott itt az 5 év. De RP-zni most 4 vagy 5 éve RP-zünk, nem tudom. Köszönöm István. Most hirtelen nem tudom, mindig összezavarodok, de szerintem 4. Szia Robi. Köszi Hellboy, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Lesz RP live? Lesz, így van, RP-zni fogunk. És a héten még... vasárnap vagyunk, igen. Sörbe van készítve. Egy kis Summersby, csak lightosan, Krisztián. Tényleg csak nagyon lightosan egy kis Summersby. Jó? Hogyha őszinték akarunk lenni. Milyen ízű ez? Mango. Mango és lime. De csak óvatosan, mert hónap itten. Hogyha jönnek megköszönten, akkor nem bírom. 28 leszek. Énekelj valamit, dehogy éneklek. Abban nem lenne köszönet. Sziasztok. Köszönöm Norbi. Csak lájtosod lehet vagy 8 nap. Van egy kartonod, de nem iszom meg az egészet. Nem, húsvétra lett véve és akkor maradt. De nem iszok én annyit, hogy baj legyen. Ja, 10 van. Na, mehetünk fel a szerverre.
Köszi Tamás a 8 hónapot! Igen, igen Geri, igen köszönöm. Nem, pálinkát nem iszok. Nem. Abból csak baj lesz. Nem. Na! Akkor mehetünk fel a szerverre. Várjatok, mert itten kicsit a fészkemet elrébb húzom, hogy jó legyen. És akkor mehetünk is fel. 5 éve nézel, köszönöm Bálint, aranyos vagy. Te kapod a ládákat. Tényleg, jó lenne best. Én kapnám a ládákat, jó lenne. Hol lesz a buli? Szerintem a Bahamasba. De aztán meglátjuk, hogy tudunk-e ícézni valamit. Tegnap ugye Kolccal elég jó kis RP-t nyomtunk. Majd meglátjuk, hogy lesz ennek folytatása. Köszönöm Bálint Illés! Az első donétedet és Rafikának a 6 hónapot. 3 hónap és megszületsz Rafika, végre. Végre. Nyitunk ládát. Nyissunk egy ládát. Zoli. Ne idegesítsé. Jó van, nyitunk egy ládát, de kell PP pontot kérni. Már nincs olyan autó, amit nem nyitottunk ki, nem? Sziasztok, jó estét mindenkinek. Jó, akkor kell kérni PP pontot. Szia Mate! Mate vok, cső, köszi az 5 hónapot, cső. 28 ládát nyiss. Jó, ez mondjuk nem hülyeség. És akkor legjobbat tartsuk meg. Köszönöm Bálint! Mennyi első donételő van ma? Köszönöm szépen, aranyosak vagytok. De 28 láda. Hát az mennyi PP? Várjatok, szorozzátok már meg, hát az 600-700 ezer forint. Köszönöm Roland Szondi, az első donéted, és ráadásul 10 ezer forintos. Nagyon aranyosok vagytok, köszönöm szépen, te jó ég. Köszi Geri a 12 hónapot. Kaszinóba is megyünk, de aranyosok vagytok, köszönöm. Hát a 28 az mennyi? 28-szor 26 ezer. Azt nézzük már meg, hogy mennyi. 28-szor 26 ezer. Az 728 ezer forint. Csődbe megy a szerver. Köszönöm Roland még egyszer, nagyon aranyos vagy. Köszönöm szépen. Na! Report. Peti, szia! 728 ezer pp. Jó, akkor beszéljük meg azt, hogy 28 ládát nyitunk, és akkor a egyet választunk ki belőle, jó? Chat. Kértünk 700... Köszi Bálint! Kértünk 728 ezer forintot. Na! És akkor nyitunk 28 darabot, és egyet tartunk meg belőle, jó? Csak nem bannol ki. Köszi Rafika. Kösz. Nem, egyet tartunk meg, a többi kuka. Jó? És akkor így csináljuk. Így lesz a jó, szerintem. Sziasztok, jó estét mindenkinek. Nyitunk 28 ládát, jó? Jól érzem magam, köszönöm. Nagyon aranyosak vagytok, tényleg, hogy így felköszöntötök meg minden. Hív egy szám, várjátok, ezt fel kell venni. Igen, tessék, én vagyok. Szevasz. Szevasz, Mari Csui. Mizu. Mielőtt belekezdené bármibe, jó? Tegnap is csak úgy random eltűntél, úgyhogy kicsit beszélünk kéne. Semmi rosszra nem kell gondolni. De mielőtt bármibe kell belekezdesz, találkozunk, jó? Jó, figyelj, merre vagy most? Találkozunk egy, hol legyen, mamma mia publik, jó lesz? Köszi Bálint. Jó Arra lesz. Tudsz most jönni? Nem, megyek, persze. Oké, okay, szia. Hello. Mágus sántikál valamibe itt. Na, hát megvárjuk Petit, akkor közben menjünk mágushoz, nem? Ja, tényleg, tegnap Jézusnak milyen jó RP-t adtunk. Csak szólok, zsaru vagyok az RP-be, békön, nehogy elrabolja itt engem. Köszönöm Bálint! Bálint is van, nem tudom, nagyon aranyosak vagytok. Köszi Szabolcs! Aranyosak vagytok, köszönöm tényleg. Mi történik? Ez mi volt amúgy? Bálint, bírom, hogy mindig te reagálsz először fejemre.
Jó, ez probléma lehet. Békön, ne kapja, légy szíves, jó? Jó, megyünk akkor Mamma Mia Public. Viszont 28 ládát fogunk nyitni, hogyha nem fagynánk ki. Ez lett az új hákú, vagy hogy? Ez az új hákú, igen. Igen. Vagy nem új, na. Na, hát ez volt eddig is. Megyünk mágusékhoz akkor. A dedikált kártya sorsolása ingyenes? Igen, lesz majd egy sorsolás, csak ne felejtsem el, mert tegnap is kimaradt sajnos. Gratulálok, Krisztián, király vagy. Köszi, Roland! Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen, Roland. Jó. Melyikkel menjünk? Tudom, ne mondjátok. Nem, Geri, nem, itt vagyunk. Na, szóval, chat, 28 ládát akarunk nyitni, és egy autót fogunk belőle választani. Írok Petinek Messengeren is, hogy hogy hát ott előbb észreveszi. Peti. 728. Ez furcsa leírni. Pontot kérek szépen. 28 ládát nyitok. Egy autót tartok meg. Szülinapi láda. Köszike. Hello! Szevasz, Fekka, Mizu! Csá, hol van még? Mágus hívott az előbb, hogy találkozni akar velem, egy fontos dolgot akar közölni. Ja, bazd meg. Köszi, Bálint. Ja, fontos nagyon? Azt mondta, hogy most mielőtt bármit is csinálok, itt a mai nap. Van egy kis ajándékom, azt nem. Tényleg? Tényleg? Ne ideges. Rá, egy 5 percre ráért, nem? Mi rá? Maradj itt, ingyen. Te olyan aranyos rak. Imádom ezeket az embereket. Azt mondja a Peti, hogy 10-15 perc is intézi. Köszi, Tamás! Na, Pedi addolja. Jaj, de jó. Nagyon rossz a 30-hoz közel lenni. Na, leaddolják, jó? Chat, 28 ládát fogunk nyitni, és akkor amit ti megszavaztok... Hát nem tudom, azt nem lehet megszavazni, nem fér el itt a szavazásba. Azt ki fogjuk nyitni, jó? Vagy na, meg fogjuk tartani. De most mit akar csinálni a Feka? Ajándékot kapok, akkor van idő. Tényleg amúgy. Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm meg itt a srácok is. Na, hol van Feka? A többivel? Hát azt megsemmisítjük. Megyek, hova menjek, Feka? Ide be a kertbe. Szia, Lucky. Kertbe? Ide. Hozzá. A maradék autókat töröljük. Hát egyértelmű. Hány róma lesz benne? Köszönöm, Oliver. A mágus keresztül húzza a számításaimat. Igen? Na figyelj, adok neked valamit. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Igen? Köszönöm. Nem tudom, hogy melyik ásol, jó? Igen, köszönöm. Itt elrejtettem neked egy ajándékot itt ezen a placon, itt jó? Tényleg? Keresd meg. Olyan jó ezeket csinál. Nagyon, köszönöm szépen, de mi ez? Izgulok. Nem tudom, keresd meg. Itt rejtetted el? Na erre felelj, itt a kertben. De olyan aranyosak, hogy készültek, nem? Szerintem bátyát, jó. Szerintem... Ó, megvan. Nagyon jó. Szerintetek mi lesz benne? Fegyver? Nem, mit találtál? Nem tudom mi ez! Ez szerszámos láda? Vagy horgászláda? Szeretek horgászni, Fekva, köszönöm. Állod, szerintem az nem az én ládám, de nézzük. Oké, nézzük meg. Szerszámos láda, ez mi? Van benne valami? Kábítószer! Kábítószer? Azt nem én áztam el. Most ez komoly! Van benne... Van benne met,
különleges, mert aceton, meg aksi. Nem aztán, mennyi? 80, mert... Nem tudod. De! Bocki! A fogokítás. Most aztán tényleg nem a tied? Tényleg nem az enyém. Ne hazudjál, ez a tied. Nem hazudod, nem láttam el. Jó, de akkor ezt már ezt akkor kiveszem azt már. Felezzük el. Jó. Hát ez egy állat, az, ez nem az övé. Ez egy állat. Én dugdassam valamelyik lehet. Hallod? Jó. Jó, akkor keresek még? Keresem, figyelj, erre keresem. Csak kiástam valakiét. Lehet, hogy a Jézus, erre, nem? Erre. Köszi. Tényleg van még egy. Kiástam másét. Óriási. Itt tenni a fát? Az a baj, hogy itten pittyek folyamatosan. Valamelyik elátott egy jó dragot. Hallod? De ezt nem adom neki vissza, az biztos. Hova ástad? Nem veszi a jelet, vagy mi? Hát nem nagyon. Á, jó. Segítek, valahol itt van, baszki. Nincs itt? Itt? Hát ha? Nagyon nincs itt. Na basszol. Érzi a cuccos, érzi. Most ástad el, mikor bejöttem. Tényleg? Most ástad el? De jelzi, hogy itt van. Csak hogy azt pontosan hol, ahol, azt nem tudom. Hát, hogy itt állok. Valahol itt van, baszki. Cset, elásta, de nem találjuk. Ne basszol, hogy nem látom. Jól elástam. Cset, ládanyitás lesz máma. De fogalmam sincs, hogy hova ástad? Normális vagy? A beton alá? Nem, mondom ide valahova, ahol állok. Komolyan mondom, hogy nincs meg. 28 ládát nyitunk, Cset. Az értékes ajándékot ástam el. De ne idegesítse, nem találom meg. Giga láda. Na, a láda nyitók örülhetnek ma. Cségú helyett. Köszi, Gyuri. Nem jelez az a szár. De jelez, hogy ő sárga. A sárgát jelzi, hogy itt van a közelbe. De valahogy nem itt van. Nem szivat szerintem, hát jelzi a sárga, hogy el van ásva ide valami. Baszki. Itt jelzi, Cset. Azt töltsön, megnézem én. Rohadjak meg, itt álltam el. Máshol akartam, csak hát kicsit volt dolgom aztán. Jó, átadom, figyelj. Na próbál, meg. Ásd ki te! Nem az az, hogy nem, ennyire el se kellett volna ásztam, nem? Tényleg amúgy. Na, nézd meg! Nem zöldnek a lennél. Tartsd meg az apró, te mocskos állat! Köszönöm, PayPal donation! Jaj, elragudj. Blaner András, köszönöm az 5 dollárt! Nem, sárgának! A sárga? Most is sárga. Hát ezt mondom, hogy akkor a közelbe van. Mi van itt, egy dozás? Igen, találtam már kábítószert. Na, az jó. És hogy körül ide, az nem tudni mi? Azt nem, valamelyik vadállat elásta. Pacek. Hallod, ezt nem hiszem el. De nem, tényleg ott van. Én voltam egyszer gyerektorozni a paletói rakon. Hallod, a bátya most ásta el. Most ásta el, azt mondja, és itt kellene lennie valahol. Segítsek keresni, nekem van a kocsiban hozzá. Hát légy szíves, akkor segítsék. Na, jövök mindjárt. Nem, folyamatosan pittyünk, mert sokszor nyomtam az elbetűt. Köszi, köszi Bika. Aranyosak vagytok, nagyon köszi. Na, ja, hív a mágus, hogy hol vagyok már. Hello! Gyere már! Hallod, találkoztam Fekával, és itt detektorozunk egy kicsit. De gyere már! De figyelj, tudsz várni egy 5 percet? Nem nagyon, az a helyzet. Jó, akkor megyek addig Fekára, azt megkeresi addig Feka, jó? Az, hogy keresd, okay, gyere, putris, szia! Hallod, azt mondta a mágus, hogy úgyis putris, hogy keresd meg addig, és akkor jövök majd. Szia, te gyere már! Aj, most ez a... Jó, hova megyünk? Mama mi a publik? Az melyik?
Ez ugye? Ja. Bocs, chat, nagyon sokszor nyomtam az elbetűt és az építjeg. Megyünk mágushoz. Jajaj. Mari Chui. Drogokat? Ja, le kell volna rakni. Hát csak nem halok meg útközben. Köszönöm, köszönöm szépen. Na, majd resizünk a pittyeg egész streamet, de csak nem, chat. A földegesít, nagyon már így is idegesít amúgy. El fog múlni. Köszi, aranyosak vagytok, köszi, köszi. Kocsiba tegyem be? Hát, kocsiba nem merem betenni amúgy. Zsozsó is hív. Szevasz Zsozsó, Mizu! Ciao, hallottam Fekától, hogy ma van a születésnapod, nagyon boldog születésnapot. Köszönöm szépen, hát holnap lesz, csak ma tartom, mert hónap kimaradok nagyon durván. Ja, jól is teszed, jól is teszed. Mi újság, jó vagy? Köszönöm szépen. Aha. És veled minden oké? Igen, 86-os a számom. Tartogatok neked én is valamit. De aranyosak. De ez nem olyan nagy cucc. De remélem majd örömmel. Figyelj, nekem az ajándék az az volt tegnap, hogy elmondtad az információkat, úgyhogy... Te már tegnap te odaadtad az ajándékot, köszönöm szépen. Biztos? Biztos. Örülök, hogy számíthatok rád, ez maradjon is így, Zsozsó, jó? Jó, van, akse. Jó. Majd na, beszélünk, jó? Köszönöm. Boldogat. Ciao, köszönöm. Ciao. Hello, hello. még nem sorsoltuk a kártyát, de meddig pittyeg még ez? Annyiszor megnyomtuk az E betűt. Mágus ad egy autót szerintetek amúgy? Utána 28 ládát nyitunk, chat. Kaptunk 728 ezer PP pontot. Aki lemaradt volna róla. Úgyhogy itt ládanyitások lesznek. Feka, ott kell lennie valahol amúgy. Jó elástad. Játékhangot resizzem. Nem, szerintem utána is ki fogja írni. Oké, utána ugyanúgy. Jöjjünk újra, chat! Szevasz, koma! Hello, megérkeztem! Na, pattanyát! Mi? Pattanyát, gyere! Jó! Nem kell figyelni, most elvarázsol. Figyelj, lehet, hogy tudsz várni két percet? Újra jövök nem. A városba. Nem lehet? Nem. Úgy menjél nyugodtan. Jó. Csát, újra de jövök. De ne egy óra legyen. Mert ez nagyon zavaró. Ez nagyon zavaró. Addig elmegyek mosdóba is, jó? Mert ez a pittyegés, ez most kiakaszt teljesen. Aranyosak vagytok, köszönöm szépen tényleg. Kíváncsi vagyok, hogy mit terveznek. Kinyitjuk a 28 ládát. Járdán nem lehet ásni. Ja, ott nem lehet. Biztos, hogy nem ástad oda alá. Amúgy. Úgyhogy mindjárt jövök. Felcsatlakozunk gyorsan. Lehet, hogy itt énekelnek nekem, nem? Majd kiderül. Én leszek a 70.
autó. Itt soha nem sír. Mi a fasz? Nem értem miért van annyi bozgó. Strici kapott egy ajánlatot, az egyik Ferrari-ja, hogy versenyért. Tényleg. Jó, te is hallottam, de a Ferrari egy fos. Mert bolond. Előre vettem meg. Azt mondtam óra, hogy gyere. Amúgy mondok nektek valamit, Ádikának nincs internete. Mit csinálsz már, hurka Gyuri, gyere már! De nekem van. Itt vagyok már! Jaj. Jövök! Gyere. Mi az a táska? Na, nézzük! Én nyerem be! Jó, köszönöm! Szerintem biztos megjövök, ne fajjál, érzem. Hogy van ezen a napfütéses napon? Nagyon jól vagyok, köszönöm nagyon szépen. Nagyon jó vagyok. Nem örülsz neki, hogy jó vagyok? Nem. Köszi bátor. Szeretem, kicsit sírsz. Jó, hát sírjak, de őszintén. Sírjál már nekem egy kicsit. Jó, vágj, haragszok rád. Miért? Miért? Azért, mert csúnya vagyok, miattad. Jöttem. Igen. Most nem tettek, hogy ilyen volt. Azért, mert Mutko megütötte és elcsúnyult az arcom. Hát az már kiárt. Nem vágszunk a csukot. Túl. Várjál, mert nem tudom melyik utca az, várjál. Itt lesz a buli? Amúgy a 28 ládában nem tudom mit fogunk nyitni, de nagyon komoly. Hát megjöttünk. Szállj csak ki. Rendben. Jön a hátra. Te, mi ez a csirke? Ne bántsod, légy szíves! Mantor? Nem, csak nagyon fura a szamurájkordos csirke. Viszont deformáljuk az órodat a csike. Ja, ez az új hákú, lehet. Mondjuk ez nem is rossz. Nem? Figyelj már! Igen? Ismer lesz a gyereket, ugye? A BMW-t, persze. Uh-huh. Hát még, hát, ja, Katarina, meg van még BMW. Na, mi sírsz? Semmi. Folytas le. Hát te tudod, elég csúnyán beszélsz a BMW-ről néha. És ezeket nem tetszik. Értem. Ugye nem ez a szaburáj karda akar levágni engem. Hát az majd rábízom, attól függ, hogy beszélsz. Ne, figyelj, a BMW-vel semmi. Sír miattad, sír, érted? Rakd fel a kövőt, kérlek. Micsoda? Rakd fel, kezd, meg akarnak ölelni. Ölelni vagy ölni? Ölelni. Gyere. De én nem rád haragszok. De akkor kire haragszok? Hát a Katarínára. Nem. Tudom, hogy a nő vitt a bűnbe. Nem. Elég volt ebből? Kibaszottul elég volt mind a kettőtökből. És mit csinálsz? Mit csinálsz? Normál! Tudtam, hogy... Te is a kezedet! Tedd fel te is! Mit csinálsz? Tedd fel te is! Tedd fel te is! Jó, hogy már... Bocsánat! A falhoz, forduljatok meg! Oda a falhoz! Milyen falhoz? Oda a falhoz! Az bokor! Az bokor! Kibasztól elegem van mindkettőtökből. Én vagyok a tégla. Most, na, így jött ki a lépés. Én hátrahúzom a két kezet. Hát ez nagyon jó. Figyelj már, beszéljük meg. Nem lesz beszélgetés. Most én miért bántasz? Téged is. Hátrahúzom a két kezet. Semmit. Kibasztól elegem van. Rangyatok a fal. Forduljunk a falhoz. Azt röhög, hogy bedúzok egyet. Kibaszottul elég volt ebből. De figyelj már, beszéljük meg. Nem találom Katarínát. Egyáltalán nem találtam Katarínát sehol se. Szia Katarina. Elhozom neked Diego-t. Elhozom neked még az mellé ezt a Leót is. Ho-ho-ho, végre! Végre!
Végre! Találkozok ennyi. Végre Katarínával? A dutyiba. Milyen dutyiba? Mind a ketten. Mit? Ne idegesíts! Ne idegesíts! Nem akarok dutyiba, én csak beszélni akarok vele! Majd beszélgetesz vele, látod, mit intéztél? Hát ez tök jó! És miatt tudom meg a dutyiba, mert te beszélgetem? Nehogy ide hívd a rendőrt! Mert egy úrmásznokat! Hát ez... Elviselek titeket, oda! Ezért egy úrmásznokat más nőjére, látod? Nem szabad! Leó, még veled akarok négy szem közt egy picit beszélni. Hát ez fantasztikus! Ne hagyjuk, közd ide a bokorhoz, mert elszökik! Diego, ott mondott, véletlen mondtad. Kötöd csak oda a bokorhoz. Van nálam egy csomó drog. Kötöd oda a bokorhoz. Mi? El akarsz szökni? Igen, most mondta, hogy menekülni fog. Kötöd dehogy fogok, hát ne hazudjál már, normális vagy! Jó, hogy kötözd le ide a bokorhoz? Megfogom itt ezt a kötelet. Ide kötözöm ehhez a falhoz. Láncra lettem verve. Gyere. Szülapi meglepetés, hogy lecsuknak. Tök jó. Hát ez durva cset. Mit csinálnak? És hol vannak? A bakond írt, hogy aktuális, még a PP pont. Jó, te még lehet megúszhatod. Nem. Hát én nem csináltam semmit, nekem nem kell Katarina. Mond nekem saját nem. Nem. Én beszélni akarok vele. Nem baj, ha ide jön. Ezek után beszélgetetsz vele. Én szemben. Beszélek vele. Az biztos. Az a nő személy tönkretett minket. Jó. Jaj. Tönkretett minket. Ráhozom egy szépen rakot. A fejére. Lehet, hogy most lesz a buli, nem chat? De mondjuk Katarinával jó lenne beszélni. Ezt a kötelet levágom, mert azt köttem. Megfogom az úrnak a vála. Elbasztott. Kurvára elbasztott. Nem bírom ezt. Én mehetek? De még maradj ott. Te várjátok, hogy nincs zsák a fejemben. Cső. Elég volt ebből, kinyitom az ajtót. Besegítem az úriembert. Nem vakott, köszi, nem tudom, hogy kell visszaírni, bár megadták a PP pontot, köszi. Akkor majd utána nyitjuk a ládákat. Becsukom az ajtót, elég volt. BM, ne csináld ezt. Ne csináld ezt! Töltök egy kis üdítőt, chat, a stream. PM és az admin ID-ja. Ja, úgy kell neked írni? PM 109, szia. Ja! Nagyon jó, írtam. Most miért vissza a rendőrökhöz? Nem érdekel. Nuzsák a fejben, szerintem csak leerpészte amúgy. Tényszeret, meg miért? Tudom az ajtót, téged is besegítelek. Hát itt nem az ölébe rakjál már. Másik oldalra. URFK felhívás. Esélyt tudom, mit csinálok ma. Felvételiztetés miatt az URFK... Kétom az ajtót, besegítem az úriembert. Bekötöm az övét. Hát ez baj lesz, chat. Ja, kicsit sötét vagyok. Rölt az utolsó. Viszont megkérlek titeket. Hallasz, Diego? Hallak! Milyen Diego? Az agyadat kapcsold le. A fülemet, vagy csak a fejemet? A szemedet, a szemedet. Jó. Úgy kész van. Ki van égve az agyam. Csát, most nem tudom, mi lesz ez. Ajajaj. Én meg akarjátok beszélni ezt a sok basszata. Micsoda? Nem is értem, hogy mondod a kobrász, hogy te ezt meg akarod beszélni vele. De én a Katarinával akarod beszélni! Lőlök, hogy te is! Jaj, most pélyek! Mert felöltöztetél egy hülye ruhákba. Hát én szeretném apádat a grófot, érted? Nem csak van tudom, de akkor is most csirke ruhába öltöztetsz, ne szégyenítsd! Csirke ruhába! A füledet nem kell. Grófoban jó volt a bulik, érted? Nincs kép. Robtétek a buli bárul. Ez is miattad van a múlt kombrázás, ne? A hónap. Hát ez fantasztikus. Látom, de... Mindjárt itt vagyunk, itt vagyunk az ajtók előtt. Nád volt a fegyver, lába lőhetted volna. Ezért kattam most. Ennyi volt. Még.
Katarina! Kinyírlak, Katarina! Kicsatolom az övet. Szétszínek, mint fogsz a láb tőlőd, Katarina! Katarina! Videóban megint kinyitom az övet, a másik biztos, kurnak. Hogy buli lesz. Kinyitom az övét. Nyilván aranyosok. Megtalálok, Katarina! Chat, copyrightot kapunk. De nem baj. Egy ilyen volt, hogy szeretnéli. Milyen buli van a bőrébe? Tényleg amúgy. De miért sirénáznak amúgy? Jézuska! Katarina lesz DJ, lehet. A streamer nem akar, most nem nyomom le. Nem tudom, hogy mikor kapcsolatom vissza a képet. Nem tudom, hogy fogja az úrnak a vállat csúszik. Végre. Miért? Végre, beviszte. Éj, ez nem nagyon jó. Befogom az úr. Miért? Mert mi ez a sok sziréna? Hát, érkezik Katarina. Érkezik Katarina. Nincs kép, tudom. Szia Katarina. Megérkeztem. Én már látom, de nem azt, amit kéne. Kinyithatod fejbe a szemét közben. Jó. Bahamasban vagyunk, chat. Még torta itt van! Jajjajjaj. Ja, várjál. Szeretel oldozom közben. De jó! Nagyon jó! Katarina DJ tényleg! Ez a zene! Hát... ennyi tortát nem tudok megenni! Nem is neked mondtuk! Boldog születésnapot! Köszönöm szépen! Torton mellé adnék neked ideándékot is. Köszönöm István! Köszönöm! Tessék, ez mi? Vigyázz rá, jó? Ez milyen fegyver? Normális vagy? Ebben milyen? Milyen lőszer kell ebbe? Na, majd intézünk valamit később. Oké. Okay. És többiek is hatadják rá egymát. Oké. Okay. Mi erre volt? Ismét ez a nap, érted, ébredt fel a nap, minden perc most a tiéd. Ez mi? Ünnepeljünk őket ma ezért, elszáll velünk az idő. Jó, köszönöm szépen, drága barátom. És nem biztos a jövő, ifjúságunk tavaszán. De még ez jó zene, mi ez? Elmúltak a gyermekémek már. Elmúltak. Boldog, boldog, boldog szülinapot. Kíván neked az egész család. De aranyos meg. Boldog, boldog, boldog szülinapot. Olyan jó érzés, nem? Igen, Katarina! Boldog, boldog, boldog szülinapot! Kívánt neked az egész család! Nagyon aranyosak! Köszönöm szépen mindenkinek! Ez a nap most a tiéd! Ünnepeljük majd ezért! Boldog születésnapot neked, ezt kívánja három gyermeked. Boldog hosszú életed, Isten adjon te neked.
jó ötlet. Nagyon kedves. Boldog, boldog, boldog szülin a bor. Kíván neked az egész család. Boldog, boldog, boldog szülin a bor. De mit csinálsz? Kíván neked az egész család. Boldog, boldog, boldog szülin a bor. Jaj, megint ezt jó! Jaj, ragyosan! Ez egy jó közösség! Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm szépen tényleg. Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm. Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen. De ami fegyvert kaptam, ez csak egy golyó van. Még mert ennél köszönöm dísznek kaptam. Ja, dísznek kaptam! Hát miért, majd még használhatod is. Most már visszaadtam, csak visszaadtam, hogy megedetben van. Jaj, csak mutatóba adtam, oda add már vissza. Ha majd mennyi gyártsa hozzá. Köszönöm szépen, nagyon ragyosak vagytok. Remélem cukormentes a torta. Dehogy is. Dehogy is. Két kanállal többet raktunk. Ezt egyébként a csajósok csinálták, mint csak mondom. Nagyon, nagyon komoly. Nagyon komoly. Megnézem őket. A tortát nézd meg! A tortát nézd meg! Az mi? A karácsony csúcs, vagy mi? Nem azt kell csinálni vele! Jó, köszönöm, egy gyertya van rajta. Eper, azt szeretem. Igen. Ó, Love. Nagyon-nagyon sok vagytok, srácok. Igen, köszönöm, egy. Ó, ez mi? Ez kaszinó torta? Na, a függőnek rögtön tudjátok, hogy mi kell, mi? Rulettes. Persze, de bónusz van amúgy, az... Bónusz nincs? Tíz ingyenes pörgetés nincs? Itt tud fizetni, aztán tudom. Ó, nagyon jó, nagyon jó. Jó, a nullára nem rakok. A 8-as, 10-es, 11-es rakok mindig amúgy. Csak a nulla. Látszik azért, azért még szóró. Jó, ez kettő. Na, te aranyos, kettőt hoztál. Még szép. Jó, jó, köszönöm. A szivárványos, köszönöm, te eltaláltad. Köszönöm. Igen. Köszönöm, köszönöm szépen. Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Akkor bulizunk, vagy mi lesz? Amit akarsz. Drog minden játszik. Jó, hát kérek kábítószert, légy szíves, meg piát. Valaki intézzen valamit. A piát találkozom. 10-11-re szoktam, akkor rulett ezek általában arra szoktam. Itt egy felzőtöttek én is. 10-11 ezek. Milyen zenét kérsz? Köszönöm, milyen zenét? Bármilyen jöhet. Bármilyen. De kipróbálom ezt az új fegyvert, ez mi? Az alma együtt egy szó. Jaj, ne itt. De ne rajta, de ne rajta. De ne itt. De miért? Már nem akarom. Azt mondja, de miért? Nem akarunk meghalni. Várjál, kipróbálom. Van egy olyan érzésem, hogy engem fog. De ez nincs lőszer benne. Töltsd be. Nem jó, amit adtatok hozzá lőszert. Miért kaptam hozzá? Pont 22-eset kaptam. Pont 38 kell hozzá. Jó, mindjárt jól. Cset, ez a fegyver, ez durva akkor. Na. Kobrasz. Nagyon aranyosak. Egy kis türelmet mindjárt izé. Mondjad, kakas, mondjad. Boldog születésnapot szeretném kívánni még 1000 évig. Mondj egy kedvenc számot. 103. De aranyosak, nagyon. Tudom, nem kapsz pénzt. Nem kell pénz. Mi ez a zene? Hát igen, hozom az ajándékomat minden. Ó, de aranyos, nagyon hálás vagyok, tényleg. 103. Nagyon hangos.
Hallod? Ez repi! Köszönöm szépen! Ez repi barátom! Nem jó! Nem tudom, mi a lőszer kérdele. Ja, a repi barátom tud rappelni. Várjál, mi a hozok mások, várjál. Nagyon aranyosak, tényleg, nagyon hálás vagyok, köszönöm. Nagyon jó. Von 44-et? Írd, hogy respi, és kidobja a zenéjét. Aha, ez lesz az! Azt az... Nem tudom, hogy szépen rabzák. Írjátok be egy respi, Y-nak. Jó, nem? Ügyes respi. Most font. Nem nyomsz egy fokkal vidámabb zenét? Fokkal vidámabb zenét? Jöhet, táncoljunk! Csett, akkor itt a róka. Róka donétett 15 ezeret az vadállat. Köszönöm mindenkinek, Crespi Y-nal. És akkor nyissuk... Ó! Köszönöm a pénzt, köszönöm, szeretem a pénzt. Főni, boldog születésnapot, és szeretnék ajándékot adni. Hallod, köszönöm szépen. Nem. De gyere már! Ja, te is adsz. Át kéne öltözni, tényleg öltözzek át, ja. Te is adsz, izé. Istenjét, se sokáig főni. Köszönöm szépen. Gyere már, nem én is adok ajándékot. Jó, nem volt időm becsomagolni, de remélem jó lesz. Igen, nézzük. Nyerj a kaparósos. Ne! Mi ez? Gördeszka! Jimmy, Jucheske, bombom. Gördeszkát kaptunk. Ó, köszönöm szépen, biztos kaparos sors jegy. Majd én kezdődik, az jó lesz. Kedvenc zeném. Hello, hello. 55 kaparos. Megérkeztem így. Nem tudom, hogy tesz, hogy ez baj-e. Biztos az arcod, majd jöjjön veled. Köszönöm szépen. Azt a ennyi kaparos sors jegyet. Jó vagyok teljesen. Hol tudok átöltözni, srácok? Gyere velem, megmutatom. Oké. Nem az az öltöző. Nagyon örülök, hogy ilyen barátaim vannak, örülök neki, igen. Teljesen ki vagyok borulva. Itt elsőnek, vedd fel a munkát. A munkát? Igen. Nem is szoktunk idejönni ícézni csak amúgy, pedig szerintem tök jó. Rendben, és gyere. Rendben. Megyek mindjárt én is, gyere D. Köszi, Gyuri! Szülnapod vagyon, vastag. És itt az ötöző. Ha van, ha nem tetszik, csapja, nagyon ismertes, és sok egy köszönöm, nagyon aranyos vagy. Elbújok a fal meg, köszönöm szépen, oda. Tényleg a nézőknek is, csapatnak is nagyon aranyosak vagytok. Melyik legyen a bulis? Ez, nem? Ez a bulis. És nyissunk ládát, nem? Itt nyissuk ki a ládát, vagy később? Szerintem ez a jó. Megosztulnak a vélemények. Stream végén? Jó, mert akkor amúgy csak buli van. Csak nem tiltja le rögtön. Egyszer copyright strike-ot a Damien Ferenc honfoglalás című számjára kaptam. Rögtön letiltott a videót és strike-ot kaptam. De ezekre csak nem kapok. Jó napot kívánok! Koktélt kérek szépen! Pinyakoládát! Itt van mindenfajta. Aha! Egy
köpfaros is, de azt adtam 30 darab. Adtam 30 darabot! Jóval szeretek, na, szeretek játszani. Köszönöm, Johnny. Na iszok akkor most már! Eket kell fáradt, bőzt! Nem tudom milyen zene cím, ha valaki tudja, beírhatja. Beígyunk? Automatikusan nem kap, csak ha jogtulajdonosa jelenti a videót. Nem, Laci! Szerintem simán, simán kaptam. Nagyon gyorsan jött a copyright strike rá. Jött eszke bomba. Hív valaki. Hello! Nagyon nagy probléma van, üldözzek a rendőrök. Ne ide írni! És körözött személy vagyok, és itt Ferrari Rumával vagyok, amit ajándékban kaptam. Be vagyok rúgva, menjek érted! Itt vagyok, épület előtt, gyertek! Menjél, épület előtt, rendőrök! 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 Itt van a mágus! Rendőrök! Segítség! Hol a kiárat? Rendőrök! 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 Na most hívtak! Rendőrök! Hol a vész? De hol? Itt a bejárat! Tedd el azt, hogy nyomod. Nem, teszem hol a kiárat, széna? Töli! Amara! Itt a rendőrség, nem halljátok! Amara van! A rendőröket! Itt van a rendőr! De... Tedd már, ne azt a rendőr! Már azt de hívott engem a mágus! De nem hívott! De hívott a mágus! Hát itt van, ott üldözik a rendőrök, nem látott, te vagyok annyira berúgva, nézd meg, ott van! Tényleg a mágus. Mondtam, hogy a mágus! Ki az szülinapos? Én, hoztam pénzt! Nagyon boldog születésnapot kívánok, köszönöm. Uram, még 100 évig. Hogy hívják magát? Én? Hát mobsz vagyok amúgy. Mobsz, köszönöm szépen, hoztam pénzt! Figyelj csak, 9000 dollárról van a bankszámban. Jó lesz! Ennyi pénzem van! Jó, akkor elég a köszöntés is, köszönöm szépen. Nagyon aranyos vagy, Bob, köszönöm szépen. Te egy drága jó ember vagy, szívecske fejű. Köszönöm szépen. A Tavesz Baktáló Boropetszet. Köszönöm, Bon Appetit. Hey! Ne húzzanak el innen! Egy szoker van. Ebben sajtuk még a sülőt. Jézus! Mi van? Jöjjön! Az már úgy adod a izét? Szerintem viszontlátás, te vesz vitamin. Viszlát. Viszlát. Ne vajon grudva. Ki én? Aha. Nem beci. Mi ez a pecásze? Menni kéne táncolni. Jól nézek. Megyek táncolni. Megyek a rúdra. Elmentek a rendőrök. Menj a rúdra, kacsa. Sokat ittam, nem cset? De nagyon aranyosok, annyira jól esik tényleg, hogy ilyen közösség van. Itt a cseten is, nem csak a játékban, de a játékban is cseten is. Tényleg annyira aranyosok vagytok, hogy köszönöm szépen. Nagyon jó esik. Hello, te is be vagy rúgva? Hát... Én hallom, hogy ne bajnoznak. Már első sör után... Nem lavadnak. Egy sört bírsz! Normális egy sör, nem sör. Kemény koktél. Várjátok csak, mert a softbox nem. Koktél az a bújtok. Sötét lenne egy kicsit. Retinámat kivilágítja. Egyek? Ja, tényleg, enni kell. Ha kezdsem mondom, dobálni a szádosok addig. Eszek. Mi ez? Valami retro zene? Chat, akkor nem tudom, nyissuk a... Itt bulizzunk egy kicsit és lárna nyitás? Tudtam én, hogy elhiszed, hogy én vagyok. Hallod a Katerinát, megtalálom, bevös! Hogy tegnap osztott a rendőrség. Jaj. Mi ez a zene? Tegnap találkoztunk már, képzeltem. Tényleg? Mi ez a zene? Nem tudom, ezt nem értem. Nem tudom, mindjárt indítok egy másik gémit, van. Hallod, Széna? Hívd már ide Lókát, akarok vele beszélni, létszik. Itt van. Ja, hupikék, ja! Hát így van, ismerem. Lalalé! Mondja! Hallod, Róka, akarok veled beszélni, van egy probléma.
Hallod? Te ugye retina pettingeztél szénával, ugye? Mutko? Te be vagy basztom. Hallod? De mindegy, de tetszik neked, nem? Köszi Attila! Másról nem tudunk beszélni? Figyelj, csak akar, nem, csak nem akarok spiccelni, csak annyit tudjál, hogy a fekával randizgat, ennyit akartam mondani. Jó? Na jó, legyen gyertya tartó, vagy mit szeretnél? Most mondd meg őt! Nem azt mondom, csak hogy nem zavar téged! Nyomja. Jó, hát ha téged nem zavar, csak gondoltam jelzem. Ja, király vagy amúgy, kép elmentek a boltba venni gyertyát, hanem jó, okay. Gyorsan megbizsálti. Jó, oké. Okay. Jól vagy? Jó vagyok, iszok még egyet. Nagyon jó. Aztán nekem forrán volt, tudom. Szereted? Én szeretem, persze. Na, akkor furíja lefele. Szilina, pam, pam. Tűnök, az a fiad. Néha, la la lé. Segítség! Segítség! De szólhattam volna, hogy hátra vissza, akkor jöttem volna magamtól is. Én benne vagyok a buliba. Nekem mindig. Na, ennyire hátra? Ez mi ez a parkoló? Hol hagytam el amúgy? Elhagytam! De hol tűnt a BMW? Fennmarad mindenkinek előtt, csak ne, copyrightot valószínűleg kapunk, de nem törlődik le. De hol tűnt BMW? 28 ládát fogunk nyitni, chat! Kinek van született? Nekem lesz holnap Livia és ma tartjuk élőadásba. Köszönöm a támogatásokat, Subikat! Elvarázsoltam. Hallod? Van varázsgombád? Varázsgombám? Varázsgombád Hollandiából. Kárlóban van az a baj. Jó, akkor kábítószer ezek egyet. Jó. Már nincsen. Hát kár, hogy nem tart a szolda. Én is meg zavártam, hogy biztos, azt sem tudom, hol vagyok. Rókától kaptál valamit? 15 000 forint donétet. Sődik. Szevaszni! Szevasz! Mi a téma? Boldog születésnapot. Szomorú a szívem, mert messze van. Boldog ebben lehetnék, de nem lehet. Vérbeli stripper, én mondom. Vérbeli stripper. Hallott Földi? Igen? Gyere már! Hova? Utána! Kapunk DT-t és ajándékot? Az a baj, hogy nem látok semmit. Erre kell. Várjál, hova? Egyenesen erre. Köszi Bugyis, köszi. Jövök, drága barátom, mi újság? Aranyos vagy, köszönöm. Jó, szeretem az elnégat, mit a? Majd megtudom. Csukja be a szemem. Csukjon be a szemem? Aha, becsuktad. Várjál, még nem! Csak várjatok, mert én azt mondja, hogy csukjon be a szemem. Na, becsuktam. Na, belecsúsztatom itt a zsebetben. Mutatom. Normális vagy! Még igen. Ásztá! De aranyos. Ládanyítás, hogy nem volt. Szúrjam le! Ezzel tudok hozzájárulni a születésnek. Micsoda? Ezzel tudok hozzájárulni a születésnek. Nagyon aranyos vagy, D. Temus Polcsid van. Te vagy Temus. Ja, ilyen a logója, csak azért mondom. Ilyen a logója. De aranyos. Kamimo. Nagyon jó. Köszönöm, D. Nem. Nagyon aranyos vagy. De ezt ki kell majd próbálnom valakin. Rajtam. Ez a krambit 600 ezer kointért. Nem hiszem már. Szerzünk valakit. Még utcán vannak ki, nem? De egyet lebökök. Egyet lebökök, ja. Na jó, próbáljuk.
Várjál! 6500 forint. Jó, megnézem, mit tudok. Köszi, csinált, aranyosak vagytok, köszönöm. Oh, Kevin Ball! Kipróbálom az új késemet! Józsi, te rajtunk! Jaj! Látod meg a... Oh, Kevin Ball! Hello! Mi csinálsz? Beálltam az ajtót. Hello? Jaj! Aha! Az egy karambidik? Itt vannak a zsaruk. Normál. Tiszteletem. Jó, hogy jöttek. Üdvözlet, bocsánat. Az az ember kell, akit mondtam az előbb a rádióban. Egyiket is semmi. Nem azt én mondom, hova vittél te engemet? Jó, itt vagy, megjöttél, csirke! Hova vittél? Hova vittél engem? Ez baj. Kidobta a szem... Melyiket is? Miért vannak itt a zsaruk? Itt van a zsak, várj, van amikor. Van, tele vagyok kábítószerre. Nem kell aggódni. Jó. Szolgáljátok ki őket. Egyesével szívítani. Jó. Nem megyek vécére. Elnézést. Jó napot! A maszkok. Küldjél be egyet. Küldjél be egyet ide. Az mit mondja, gyere már a vécére? Igen, gyere, hogy itt van a itt kábítószereznek. Csalt be a rendőr. Le, úr. Le, megölöm. Izgulok. Sziasztok, jó estét! Bejön? Többen fognak jönni, per mi jönnének többen? Úgy szeretem az ilyen kétes helyzeteket. Nagyon sok zsaru van amúgy, de még nem köröznek, úgyhogy nincs baj. Jaj, cset. Vegyem elő a kést, vagy ne? Gyázzon, várjál, csak hozzat, eltállok egyet csak. Jó, egyet hozzá. Biztos úr? Biztos úr? Nem tud nagyon egy pillanatra. Csak nehogy fekát szóljál. A kollégám az bent van a irodában, de itt van egy csáv, elég rosszul van. Itt a vécén elég rosszul van egy ember, mert tudna, meg tudná nézni? Várjál, baszik. Na mi van? Nem jön be? Nem akar bejönni. A franc essen bele. Hú, de félek. Itt a vége. Nehogy fekát szúrjam le, abba baj lesz. Nem, most egy rendőr bejön, nem tudják, hogy meghalt. Ja. Uram, kérek egy kollégát a mosdóba. Itt valahában belül. Bakker, jó, de jó, hogy a mosdóba van, valami probléma. Jézusom, jó van, uram? Menjen be, nézzem meg én. De én nem szeretném. Megrátom. Van egy néger barátunk. Jó, jött még egy. Lehet, túladagolta magát, hogy valami miért már megbiztos. Sokat akarom, én meglátom ott a nagy kábelt. Milyen kábel? Hányik az meg? Szerintem ott hányik az meg? Nem, sorry! Jól van, uram! Igen, cím. Segítsen! De már itt...
nagyon rosszul van, uram, valami gyógyszerre van szüksége, mentőt hívjunk. Vizet! Vizet! Rendben, rendben, uram. Az a baj, van még egy... Most egy rendőr, egy rendőr jött be? Csak egy van. Tudod engedni gyorsan, kérem. Csak egy van. Ja, bakker! Bakker! Hozz vizet! Mi a passzom van, érted? Megjövök ilyen horgászos, bassz, mondja. Azt mondta, szóval a kollégáim. Frances, akkor hagyjuk szerint. Három napja ez van, akármit csinálom. Van nálad valami? Add át. Minden van nálam. Nem baj, egyedül fog bejönni. Tereld el a többieket. Hogy hívják oda urat? Jobban van, uram. Igen, jobban vagyok. Ki tudná esetleg fáradni velünk? Hányik az úr, nem hallja? Hány az úr, nem hallja, hogy hány az úr, uram? Nem, ennek más hangjai voltak. Hány az úr, hát nem hallja? Ez baj, ez baj. Hát vért hány az úr, bassz meg annyit volt. Akkor vért. Amúgy meg. Nem, miért hány az úr? Uram, légy szíves, ne fogjam fegyvert itt az úr. Egyébként meg zárkő rendezni, maga itt se lehetne, szóval te vesz fitem, jó napot kívánok, viszontlátásra. Takarodjon már ki a faszomba, nem mehet be oda. Hát bazd meg! Uraim, légy szíves. Nem vagyok jól. Mentőt, mentőt, hívjatok mentőt! Hívják a mentőt, uraim. Hát a csirke, gyere már. Fucker, nem volt még egy rendőr. Mi az a felfoltott a földön? Hány az úr? Hány az úr? Miért az alkohol? Hány? Azt mondják, hogy miért? Hány? Szülinapi bulija van. Szülinapi bulija. Bezárta a WC-t, hogy nem bemennünk. Hú, csak én ebből mi lesz. A magukat is lehányja, szerintem attól az ajtón kifáradnak. De miért jöttek a rendőrök? Amúgy azt nem tudom. De szegény, hát, nagyon sajnálom a srácot. Akkor van... Van milyen engedély? Ne idegesítsenek, ez nem Magyarország. Milyen engedély kell? Őszintén valaki mondja meg, hogy miért kell ahhoz engedély? Hú, ez nagyon baj! Ez baj! Ez baj! Nem voltak maguk meghívva. De attól még nem... Ki engedély? De házkutatás! Nem kell házkutatás! Nem kell házkutatás! Nem kell házkutatás! Nyugodtan! Nyugi! 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 Uram, megjön már! Sima hétvégén azt mondom, de én fizettem ezért a bulit. Azt mondja, hányjál nyugodtan! Maga azt mondja, hogy ugye ez egy magántulajdon. Teszem fel a következő kérdést. Nem magántulajdon. Szegére, nagyon sajnálom, ne haragudj, hogy leszúrtad, de... Muszáj lesz így. Na, hadd fejezem be, úgyhogy azt szeretném. Na, ne fegymázol itt a rendőr. Adjatok egy fegyvert. Nem tudok átmászni. Állami, által előírt papírban hol van olyan, hogy nekünk végrehajtás szükséges, hogy behatoljunk bárhol. Egy privát terület. Na mindegy. Keresse meg, keresse meg ott a... Hát tudok ugrani? Ha elküldi nekem az e-mailemre, akkor itt azonban levetkezik és kimegy. Na, hát akkor szia. Viszlát. Na, hát akkor van nyeni. Megoldják, nem megoldják. Egy embert kerestek, itt volt? Elnézést? Kerestek egy embert, itt van? Nem, akkor lehet távozni. Köszönjük szépen. Azt mondták 2 perc, megnézik, hogy itt van-e, nincs itt, akkor viszont látásra. Várj, de a 2 perc, ezt mikor mondtuk, hogy indul egyébként, hadd kérdezzem. Viszlát. De itt van az egy? Rafkósok. Igen, a kollégája mondta, onnan indult a 2 perc. Ingen, ide a felettet. Átnézték az épületet, akkor viszont látásra. Felett hagyni a helyszín, viszlát. Jó vagy, oda be. Látásra. Mentőt, hívjatok mentőt. Mihály az úr, nagyon ki van pattintva. Kiéd? Hívok mentőt, mert az urak nem hallandóak. Próbáljátok, majd a szád, add le a szolgálatot. Idegben vagyok, megmondom az őszintét. Uram, először megmondom maguknak. Uram, haldoktik valaki a... Igen, azért vagyunk itt, hogy ne haldok. Nem, azért vagyunk. Széttan kábítósz! Nincs itt. Hányoldik. Na mi a faszom van itt? Melyiket kell szájba vágni? Na, kifelé, 1-2, most mondom először és utoljára. Jó? Szevasztok. Hívtam mentőt. Adjátok ide azt a geci papírt, akkor bemaradtatok, jó? Miért kéne a papír? Mondom, egy, mert zárt rendezvény vagy, nem érthető egyébként? De tudnél, hogy zárt rendezvény? Hogyha állami szer, látjuk a de és miért nem működött megfelelően? Jó napot, buli volt. Akkor nem... Ja, mi jöttek be? Házban parazsot papír kell, jó napot. Zárt rendezvény, a rendőrségek semmi keresni valójában. Utoljára mondom el, embert keresztetek, itt van. De tényleg
tényleg, valakit keresek, azért jöttek be. Kerestek még itt. Akkor keresik tovább. Ott van kint, elfogadott, ott van, fekszik a bokorba kint. Vége lett a bulinak rögtön. Rendőrgyilkosság a születésnapon. Óriási. Akárhányszor elfogad neki mondani, nem fogják megérteni. Akkor megfogjuk, hogy bezárjuk. Leírjam egy papírra, srácok, hogy vagy most mi a helyzet. Nem, hogy nem kell. De miért, miért, bátya? Na figyelj, akkor most elmirázom itt a jó viszonyokat, jó? Hogyha egy zárt körű rendezvény van, és nem a rendőrség tulajdonában, vagy az állam tulajdonában áll az épület, akkor maguknak nincs itt keresni valamit. Csináltam ezt a rendőrséget. Nem kell. Nem kell, szerintem se kell amúgy papír, mert bejönni szolgálatba bemehet bármilyen tényleg, most van Budapesten egy buli, ez hogy van? Van Budapesten egy buli, a rendőrök szolgálatba besétálhatnak simán? Ha a mentős minden rendbe talált, akkor elhagyjuk a helyszínt. Majd a mentős nem talál rendbe, akkor ezt nem tudom, hogy erre mi a jogszabály hivatalosan. Most jó Magyarországról beszélünk, de hogy... Hogy, nem hogy, kértünk segítséget, köszönjük egy időt. Kíséret, hogy erre mi a jogszabály? Mentős üleményet megvárom, ha nem haragszik. Vagy várja, akkor várja meg kint, köszönjük a bejáratban. Így van, kint a bejáratnál meg lehet várni, viszlát. Vagy ha a tulaj hívja őket, mert a kidobók őrzik a biztos, nem a kidobók feladata kitenni, és ha eldurul, akkor hívnak rendőrt, nem? Késsel. Hát, igen. Gyere már, nincs itt. Jó. Gyere már. Kérdezem még egyszer. Bárd be a rendőröket még egyszer. Mi van itt, halljátok? Igen, mi van itt? Kobra lesz volna. Akkor megkérdezem még egyszer, ki fenyegette a rendőröket? Mi jöttek a zsaruk amúgy? Mi jöttek be? Nem tudom. Ez egy boldog szülinapi bulinak kellett volna, hogy legyen. Ne, én boldog vagyok, leszúrtam egy zsarut, érted? Ez a Palli. Én nem fenyegettem, csak azon gondolkoztam, hogy kitöröm a nyakát vagy sem. Igen, a srácok, hogy ezt csinálják, miért tudom. Hallod? Mizu? Várjátok már, hol vannak most a rendőrök? Figyelj már! Kintannak a rendőrök? Kölyök leszúrtál egy rendőrt? Nem kellett volna leszúr. Szénaköd lelóram a balmaszrangot, köszi. Én ezt csinálom tovább, viszont látom. Még egyszer! Szegény démos, miért kell? Pedig ez tök jó volt! Én át akartam hozni a WC adatékom. Nyissok ládát, nyitok majd. Hol vannak most a zsaruk? Hát te ízi, hát áthúzom, azt lehúzom, Dik. A zsaruk miért jöttek? Miért jöttek be ennyien a Bahamasba? Mert meghallottak, hogy Kamimo... Tiszteletem. Jó napot. Itt most lecsuknak. Kamimo, szász. Átnéznénk a területet. El tűnt már, ahol te fog a hullaszám, meg a vérfolt, meg mindig látom ott van, az nem sikerült meg gyorsan feltekeríteni. Mi baja van Dének? Hát gondolom ővé. Ő nevén van, ugye a Bahamas? Ez egy rendőr. Engedj csak mondd. A jó. Rendőr volt test a WC-re. Szerintem ez egy óriási RP lehet. Tiszteletem. Hopp, ma maradunk. Bárok kimentek. A tettes elfutott. Ki nevén van a Bahamas? Szerintem a D-nek a nevén van a Bahamas. Azért lett ideges. Ez baj. Ebbe a WC-be? Pillanat, pillanat, éppen sorsoltam, ne engedjenek itt. De ezt kell kideríteni, hogy miért jöttek be a rendőrök. Köszöntem az óriás lehet. Engedjenek ki, kivisztük gyorsan a kollégát. Jaj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 . Itt a kezeket feligen és falhoz. Jó, most ha eddig nem voltunk körözöttek, akkor most azok leszünk. De a többiek kimentek. De a jobb oldal az új kicsit jön, na én vagy ne. Bezárnak, ki kell, hogy szabadítsanak. Jó, de jövök az újhoz. Köszönöm Szabolcs, aranyosok vagytok, köszönöm szépen. De Dénk kár, hogy ilyen ideges lehet. Ezt felveszem a fehér dologba, nem ember is rájuk. Most nem lesz belőle baja a Bahamasnak. Én voltam az, de hogy futok, nem lehet kifutni. Jó, az új, akkor tiszta nyugodtan forduljon meg. Kell el kezét. Azt tudom, hogy a bágust ugye idáig üldözték. De utána egy 10-15 perc eltelt, mikor itt álltak kint a rendőrök, ugye? Ja, most már izgalmas, legalább izgalmas, ja. Már tudtam, hogy az újrazatát találok. Nem tudom, hogy miért jöttek be, ez a kérdés. Hoppá. Ez baj. Ez nem így működik sajnos. Ez nagyon nagy probléma. Ez nagyon nagy probléma. Fel a kezeket, mind a hárban. Az ORFK nem is elérhető, mert amúgy ők felvételt csinálnak. Rendőr túsz.
4 darab rendőrt húszunk van, szerintem le kéne rakni. Jó, ha a mágus nem Bahamas ruhában van, akkor nincs baj. Hát ez csodálatos valamit. Fő ellenség hív. A Bactus! Ez a Bactus a fő ellenség? Gyertek, gyertek, a három rendőr ott van a falhoz kötözve. Meg van kötözve, gyertek ki. Három rendőr. Csörög a telefonom, fővegyem, szerintetek? Gyertek ki. Micsoda? Csörög a telefonom. Gyertek ki, menjetek ki fel. Adjad, így is. Na jó, most már felvehetem. Ki a fő ellenség? Az a Joker? Fogd be a pufádat, jó? Igen. Jó vagy? Halló. Jó, milyen jó Isten vagyok. Hello, te meg... Halló. Hello. Meg vagy... Halló. Hello. Hallasz? Hello, hello. Hallak, igen, hello. Az a baj, hogy én nem hallak. Nem hallasz? Hát, ne kiabáljál, miért kiabál? Most már hallok. Derék hallottuk. Jó napot kívánok, szeretnék mutatkozni. Igen. Várj már, te testvér, az a baj, hogy recseg a telefon. Lehet vízelni, hogy megkapja az a telefon. Hogy ismer tudod, minket? Úgy beszélget tudod velem. Ja, mint Kobra nem ismerem. Igen, jó napot kívánok, az én nevem Joker Alpha Bactáló, a zsoldosok vezetője. Igen, ki maga? Nagyon jó, nagyon király. Most már maga is most már érzi a feszültséget. Hát, kaptam egy e-mailt, amin az állt, hogy mivel megöltem. Megöltem egy bizonyos személyt, ezért visszahívtak, hogy bizonyos emberek itt garázzálkodnak némelyik barátommal. Telefonálok. Itt áll előttem az a személy, nem mondom el, hogy kicsoda, hiszen értelmesebb a mi a buli. Érdekel, hogy szeretnék, hogy mikor leszed a városban legközelebb. Vasárnap fogok érkezni. Nem tudom, én elszaladtam. Nagyon király, nagyon király. Annyi uram, hogy azért... Megyünk akkor, Zsa? Jók a... Hello? Vagy? A főnököt kapjam fel? Figyelj, visszahívlak. Ja, telefonáltam, jó van. Na, mi a baj, megyünk, vagy megyünk, mi van? Adrós, toljuk el a belinket. Bakker, mi jöttek a zsaruk, kit kerestek, a mágus? A DS kiborult. Tudom, hogy kiborult, jogosan, de... De... De figyelj már! Figyelj már, nem a Bahamas-os ruhába voltunk, úgyhogy a Bahamas nem tudják meggyanúsítani. Hát azt nem. Ami, ha csak nem, menjük az egyet, jó, a D Bahamas jogosan borult ki, mert a Bahamas, ugye... Most nem tudom. Ezen gond, a Bahamas az a D tulajdona, vagy nem? Innen nem. De ez is jó RP lehet a D-be. Hallod? A D kiborult teljesen? Én azt mondom, hogy azért visszaadja a kulcsokat, minden. Ja, azt mondta, leadja a papírokat. Bezárja a helyet. Leadja a papírokat. Nem, csak leadja a papírokat és átadja a szénnyomorozóért. Nem adtam le a szolgálatot, bakker. Én ügyvezető vagyok. De miért, még mindig nem tudjuk, hogy miért jöttek be a zsaruk. A buli kellős közepére. A jövőt kezdték a mágus. Hát de a mágus bejött utána? Hát nem, a mágus elment, de ők meg mindig jöttek átmenni a helyet. Ugye kocsit tűnek mindenek egyet, tehát azt mondta, hogy széna vedd le róla, hogy Balmas rangot, szóval az OC dolog. Hát de miért OC? Lehet, elmentek volna. IC ideges, ez tök jó lenne. Tök jó RP lenne ez is, hogy IC ideges, mert hogy ott balhéztunk részegen, meg megállt kábítószerezve. Nagyon jó volt, nagyon. Szerintem a zsarunak meg kellett halni amúgy. A D meg majd elsimítjuk a dolgokat majd, mivel nem Bahamasos ölte meg. Nem? Én így gondolom, hogy ez tök jó RP lehet ott a buli helyiségben. Gyilkosság történt, berúgva a bekábítószerezve. Mert a rendőrség megjelent. Alkohol a Metro 3 rendőr, akkor szurkálod. De a mágus azt még kezdték el üldözni. Na a mágus körözött bűnöző. Körözött bűnöző? Hát az tök jó. Ugye úgy van a nyilvántartásban. Ja, én nem látom a tárolókat, ja. Az a fraki legerész, az a fraki tulajdon nem az övé. De azért, mert azt hiszem,
Nem, most nem vagyok benne biztos, de lehet ő pépészte. Most nem tudom, hogy ez hogy van. De ez nem az ő hibája egyáltalán, hogy ott balhé történt. Úgyhogy értitek, hogy mit mondok. Aha, nem... Aha, nem tudom zárni megint. Mizuádi. Azért, jaja, de hát ez nem az ő hibája. Visszahívjuk a fő ellenséget. És ez a rendőrségnek is, ez egy RP, a nyomozóknak is lehet akár, szerintem ez óriási lehet. Hogy nyomoznak. Valami magántelefonszám. Én vagyok, akivel az előbb beszél telefonon. Na figyelj, mert testvérem, az azért itt beizérlek neked, mutatkozok minden érted, eltönök egy évet, meg itt nem mondod semmit, érted, mi a neved. Bocsánat, Kobra a nevem, Kobra. Még Kobra, köszönöm, egy dombónak is király. Kobra, félszemű Kobra. Hát az a baj, Kobrasz moropra, hogy rossz emberekkel húzták ki, már megint érted. És az a helyzet, hogy megint egyébként hívtak. Igen. Na, de szóval, Diaz Rafael, hát természetesen kinyírtam érted. Tehát szerződésemben, amit Jézus Krisztus írt nekem, az teljes mértékben teljesítettem. Viszont most... Ő az, aki a szerződés... Van egy kis bökkenő barátom. Kaptam még egy szerződést egy bizonyos megbízottól. Igen. Az a megbízottnak a neve rajta van a szerződésen. Hogyha majd egyszer ne talán összefutnánk. Igen. Akkor megmondom neked, hogy ki a te ellenséged. Mikor tudunk összefutni? Hát az a baj, ezért szobra, az a baj testvérem, hogy itt, hogy is mondjam, nem bízok benned. Hát úgy hívják, hogy Cobra, vagy Kobra, vagy mit tudom én, Vipera, vagy mit tudom én, milyenek a neve. Kígyó, az a lényeg. Köszi Dinóka, nagyon na szóval, én nem bízok benned, vérkes kígyó az. Figyelj majd el, majd egyszer találkozhatunk, viszont nem szeretnék oda embereket, érted? Minek? Jó, persze, csak én megyek, jó? Négy szem közt megbeszéljük. Hát, nem bízok benned, de teszek egy próbát, jó? Vagy jelentkezek majd. Vasárnap, jó? Vasárnap találkozunk. Hát, megpróbálok lenni a városba, úgy szobra, jó? De nem ígérek semmit. Jó, rendben van, rendben van. Vágjál még, mondok egy bolkot. Na, hallgatom, na. Ha mondjad. Te mondjad, kalapos, aki itt áll előttem. Az előbb mondtad. Itt van Kobra, eldől jobbra. Ez nagyon jó. Jó van Kobra, elég volt. De nem baj, itt írják, hogy elrontották a szülnapot, de nem baj, hát ez egy IC esemény volt. Viszlát. Hát várj, mit te most hogy kezdesz a szart letenni? Na, szóval beszéljük át, csak mi történt. Volt egy szülinap, tök jó volt, amúgy én gondoltam, hogy RP-zünk is, és ez óriási RP... Pillanat, gondolkodok a távolba. Óriási RP szerintem az, hogy bulisztunk, IC, bedrogoztunk, beittunk, és a rendőrök megjelentek a semmiből, mert körözték a mágust. És akkor kitaláltuk, hogy egy rendőrgyilkosság lesz a WC-be. Ez jó RP a rendőröknek nyomozni. A D-nek ideges lett jogosan, hogy a Bahamasban gyilkosság történt, illetve a többi. Szerintem ez egy óriási... Igen, persze D, értem, hogy mérges lettél. De ezt is értsd meg, hogy szerintem ez egy óriási nyomozós RP is lehet, bármi. A karakterem bedrogozva, beíva, meggondolatlanul cselekedett. És szerintem ez is el tud indítani egy jó RP szálat. Na mi van Fekka, mi újság? Mi semmi, nem tudom. Jó, figyelj, itt vannak a többiek? Hívjuk ide őket. Nem. Akkor a csapatommal akarok beszélni bent ott lent a tárgyalóba. A Kobra azt üzeni a csapatjának, hogy jöjjön. Figyelj már Kobra. Persze, hogy Di álláspontja érthető, hát ő a Babasz tulajdonosa is. Most őszintén. Micsoda? Hova akartam vinni? Hova akartalak téged vinni? Ja, a kukába ki akartalak dobni. Gond van Kobra. Nem velünk a Kobrájék csapatokkal. Lehet, hogy téged is nekünk a... Micsoda? Mi van gond? Van Kobra, vagy mi? Nem, nincs gond. Csak át kell beszélni pár dolgot. Mert az a helyzet, hogy most bajba kerülhetünk. Nagyon durván bajba kerülhetünk. Elég ki a Bahamas, az ma baj.
Igen. Ezt a balmaszos dolgot meg kell beszélni, de azt akarom megtudni, hogy a rendőrök miért jöttek be. Mágust körözik, oké. De mágus bejött a Bahamasba, és utána jöttek mágus hát, után? A mágus után elvileg mentek. Na, hát mágus elmenekült, csak ezt látták a kocsiszíneket, azt gondolom át, aha, bejöttek átnézni. Mágus a hibás, ja. Értem. Akkor mágus a hibás. Na, megint mit akarsz ezzel csinálni? Lelőni? Nem. De attól... De figyeljetek, oké, hogy mágust keresik. De bejönnek egy buli helységre, nem találták, nem? Körbe kérdezték, és nem volt ott. Hát ezt mondtuk. Pontosan. Akkor miért nem mentek el a rendőrök, hogyha nem találták meg? Hát nem tudjuk. Mert ott volt van. Jó, oké, beszélek a csapattal, jó? Beszél D-ben, mert D-ben. D itt van? Nem tudom, mit volt itt, elég. Ott van D? Kérdezz. Széna, D hol van? Hello. Nem tudjuk, elment. Elment aludni. Persze. Ideges lett? Hát... Ja. Jó, figyelj, beszélünk a csapattal, és megpróbálunk erre megoldást találni, jó? Ez egy kicsit nagyon furcsa volt, ez az egész. Jó, menjünk, a csapattal akarok beszélni, és akkor mindenki elmondja a látásmódját, jó? Hívjátok le a tárgyalóba mindenkit. Lopland várja, kedves váró. A Lopland újra megnyitott? Na, hát a Bahamasban eddig nem volt nagy RP, úgyhogy most főtámasztottuk a dolgokat, meglátjuk, hogy mi fog kisülni, mindjárt jövök, emlék. Na! Dínóka, jöjjön erpézni! Na hát sajnálom D-t, hogy így kiakadtam úgy. Most akkor itt a 4C úgy kéne alakítani a dolgokat, hogy jó legyen. Itt van még a D is. Itt van, jó, beszélni akarok vele négy szem közt. Ez nem az ő hibája, ez nagyon fontos tudnia. Oké, várjál, Brüsszel. Na, mi a meglátásod? Mondjad, hogy mi történt. Várjál, lecsatlakozok erre a rádióról, mert már ez is szép. Bá. Na. Igazából megoldás nincs, hanem ez itt nagyon felbosszantott a D-t, és majdnem megértem valahol, mert nem akarja visszatérni, hogy mond Bahamasba. Persze, de ez nem az ő hibája. És azért tudja, hát nyilván nem az ő hibája. Csak most érted, ránk rontottak, D most normálisan beszélt az ottani főnökkel, és hogy ő engedte meg, hogy nézzenek szét, hogy tényleg nincs ott senki, és hogy mentek volna. Csak ugye... Valaki már belekötött a rendőrökbe, és azért maradt. Na, ezt kell megtudni. Mágus engem hívott telefonon a buli kellős közepén, hogy üldözik őt a zsaruk. Mondom, oké. De utána a zsaruk miért jöttek be a Bahamasba? Nem lehet, hogy mágus hozta be. Azért jött be a Bahamasba, mert a kedves mágus vagy ki, az a rózsaszín PNG-re vagy mivel, oda jött a Bahamas elé, a Bahamasnál beült abba a fekete csotrogányba, és még ott állt. Ott voltak a rendőrök is, utána mindenki befutott a Bahamasba, kifutott a Bahamasból, a mágus meg az a fekete szarral meg elment a picsába. És azért visszajöttek, hogy nem visszajött a mágus. Oké, de ott nem találták a rendőrök a mágust, akkor utána miért nem hagyták el a helyszínt?
Azért, mert elkezdtem beszólogatni neki, hogy kell az engedély, meg olyan engedély. Hát de ez tök jó, hogy hergették, ott beszólogattak a zsaruknak, ez tök jó. Ez nem jó. És én, de ez az én felelősségem, és ezért elnézést szeretnék tőled kérni. Bekábítószerező beíva, felidegesítettek, hogy megjelentek a szülinapon a bulin, és ezért én Fekának mondtam, hogy csábítson be egy rendőrt a WC-be, és meg fogom ölni. És ebből indult a balhé. Én nem gondolom azt, hogy ez a Bahamasnak a hibája, ez csak a helyszín, ahol megtörtént ez a dolog. Úgyhogy a felelősség az enyém, és ez miatt az engedélyedet biztos, hogy nem fogják bevonni, mivel a Bahamasnak ehhez semmi köze. Nem, igazából nem mivel fog. Ott voltam én is, tudták, hogy ott vagyok, ezért minden bulin oda fognak járkálni, razziázni, hogy úristen, hogy tudjuk. Jó, de a legközelebbi bulikon nem lesz de probléma, érted? Jó, de nekem nem kell, hogy minden bulira oda járkáljanak a rendőrök razziázni, átnézzenek mindenkit. Jó, mi lett utána? Hogy mentek el a rendőrök onnan? Utána mindenki fenyegetőzött mindenkivel, aztán lelettek fegyverezve a rendőrök a Bahama ajtajába. De figyeljetek már, hallottam, hogy a engedély kell a rendőröknek, engedély erre, hogy bejöjjenek akár egy ilyen szolgálatba. Én adtam meg a rendőrnek az engedélyt, igen. Ó. És te vagy a tulajdonosa a Bahamasnak. Hát ő... Is. Ő is. Na is. De óriási csávó amúgy, nagyon jó hozza most ezt. Elhiszem, hogy ideges lett, de ez most jó, hogy visszajött és ezt terpézzük amúgy. Mi a megoldás erre szerint? Azt mondod, hogy ha buli lesz ezután, mindig oda fog jönni razziázni amúgy? És mi lett volna akkor, de ha megtagadod az engedélyt? Akkor valószínűleg elmennek. Ja, csak te nem gondoltad, hogy ezt fogom csinálni, ugye? Ja. Hát... Miért csinálnék ilyet? Nem néztem volna ki belőle, hogy a buli leszúsz egy rendőr. Jó, hát be voltam cuccozva meg íva, mint az állat. Jó, figyelj, D, megoldjuk, jó? Ne stresszeljé. Ne stresszeljé, meg fogjuk oldani ezt a dolgot. A rendőrségnek szerintem nem lesz ok. Most ezt kivizsgálják, max a nyomozók jönnek oda kivizsgálni a dolgokat. Ja. És ki mondta, ki a parancsot, hogy fegyverezzük le a rendőrt? Na ezt nem tudom, hogy ki mondta azt. Azt hiszem, azt hallottam a WC-ben, te is ott voltál, Róka. Hogy van három rendőr, túszuk és fegyverezzük rá a rendőröket, és így lettek elküldve. És ezt az még a gyilkos... Kyle, bocsánat. Igen? Kyle. Ládákat nyitjuk majd csak. De ez óriási RP, csak szerintem... Csak tényleg ez... Egyszerűs így nagyon. Vagy a Kyle, vagy a tüdő. Jó, akkor a Kyle is, meg a tüdő is ki van tiltva innentől kezdve a Bahamába. Jó, viszont ezt hogy tudjuk elsimítani, vagy bárhogy ezt megcsinálni. Igen, mert a lefegyverzésnél előkerültek, ugye a gyilkosság történt meg, hogy csak engem mondtak volna felelősségre. Viszont utána hány ember vett elő a fegyvert, meg minden kábítószer előkerült, minden, így a rendőrség tudomást szerzett, hogy ez egy drogos fegyveres buli volt. 5 kötőjel 10. Kb. Ez a, de a, várjál, a Bahamasos ruhába lévő, te is Bahamasos ruhába voltál, Róka. Voltam akkor, igen. Ők nem csináltak ilyet, nem? Nem, mi úgy viselkedtünk, mint egy... Azért mondom, hogy a Bahamaszt ez miatt nem vonhatják felelősségre, csak is a vendégeket. Itt nem azzal van a baj, hanem amiért D is aggódik, meg a másik többi kutatás tulajdonos is. Hogy ha nyitunk egy bulit, akkor viszont meg lesz nekik a nyomós indokok, hogy oda jöjjenek. Nem is razziázni, hanem azt, hogy... De hát akkor menj, jöjjenek, nézelődjenek, hát nem fog semmi ilyesmi történni. Most ha lesz egy 5-6 ilyen buli, látják, hogy elhárult a veszély, akkor onnantól kezdve nem fognak oda járni. Akkor már találni. Ez durva. Megkapják a pozitív visszajelzést, hogy itt ez csak tényleg csak egyszeri eset volt, meg tényleg nincs is semmiféle illegális cselekmény, akkor utána tán leszállnak rólunk. De ez csak egy feltételezés. Az is lehet, hogy az is lehet, hogy nyitunk egy bulit, mit tudom én szombaton, csak hasra ütöttem, és lehet, hogy nem jönnek. Itt vagyok, bocsánat. Mikor akarjátok a következő bulit? Vagy hogy szoktátok a bulikat csinálni? Hát én pont szombatra szerveztem a bulit. Ja, így van. Ki még a tulajdonos? D-n kívül. Széna, én, Farkas, meg a...
De figyelj, figyelj, de rád nagyon nagy szükség van, úgyhogy tudom, hogy ideges vagy és megértem, de figyelj, a gyilkosság az én felelősségem. Hogyha neked ez számít, akkor én most bemegyek a rendőrségre és elmondom, hogy én öltem meg azt az embert. De viszont azt akkor ott abba kell... Rendőrök, nem tudom, hogy mit gondoltok. A mágus miért húzta oda az a rendőröket? Emlékeztek, hogy kimentem? És mondtam, hogy a mágust üldözik a rendőrök részegen? Emlékszel, Róka? Te mondtad, igen, hogy menjek igen, vissza. Ha menjél vissza, így van pontosan. Jó, de elnézést a zavarásért. Mi újság? Várom, mennének nem se kell aludni. 5 perc múlva már PSG Barca meccs van azért. Tényleg? Az ja, menjél nyugodtan, persze, menjél nyugodtan, nem, nem baj. Én nem megyek, akik ott vannak a tárgyalóban, valahol ja, jó, akkor menjünk le gyorsan, jó? És akkor megbeszéljük velük. Mindegy. Ja, nem tudom kinyitni. Nem tudom kinyitni. Mit tudom? Nem bírja sem adtad le a izét. Ja. PSG meccs lesz. De mindenki jön felfele. Hogó vissza. Ja, most jövünk. Bocsi, srácok. Mindjárt mehettek meccset nézni a nappaliba. Jaj. Meg... Nem, ez amúgy... Most szerencse a szerencsétlenségben. Nem, mekkora RP-t hoztunk itt. A rendőröknek is nyomozás gyalánt. Itt én szúrtam el az elején a gyilkossággal. Köszönöm, szombat helyre? Nem tudom, Jaci, nem tudom. A barátok nincsenek itt? De nincsenek. Ők otthon vannak az ő házukban. Nagyon helyesen. Most mérgesek rájuk nagyon. Maradok, kiabálok. Úgyis utána én is lassan megyek, de akkor gondolom mentek meccset nézni. Na, röviden összefoglalva, ugye nagyon hálás vagyok nektek a mai napért, hogy felköszöntöttetek, köszönöm szépen tortával, ez igaz a barátokra is. Utána elkezdtünk drogozni, inni minden, kicsit bedurvult a buli, és a mágus hívott engem telefonon, hogy üldözik őt a rendőrök, és akkor ugye gondolom, hogy azonos autó voltak ugye a Bahamas előtt, ezért jöttek be a rendőrök, de megadta az engedélyt, hát mert mi történhetne, mi baj lehetne, ugye? Viszont engem annyira felidegesítettek a zsaruk, hogy a WC-be mondtam Fekának, hogy csaljon be egy rendőrt, és én megkéselem. És utána durvult el a buli, úgyhogy az én felelősségem, de véletlenül se a Bahamasnak a felelőssége, mert a Bahamasos ruhába, akik voltak, azok nem csináltak semmi problémát. De jogosan akadt ki. Viszont a lefegyverzés az nem tudom, hogy alakult ki, T mondta meg Széna, hogy a barátok kezdeményezték ezt az egészet. Viszont azt hiszem Tüdesz hangját hallottam, hogy engedély gyanánt, hogy nem volt a rendőröknek engedélye, de viszont az kiderült, hogy D megadta az engedélyt. Úgyhogy most az lesz a feladatunk, hogy a Bahamashoz ne járkáljanak minden buliba a rendőrök, és tisztára mossuk a Bahamasnak a nevét. De ez a vendégek felelőssége, nem a tulajdonosé. Kinek mi a meglátás és a javaslata? Köszönöm. Nincs senkinek semmi? Nem, nekem semmi. Most így per pillanat nekem semmi. A barátok ugye megvédtek. Ugye engem, nekem a seggemet védték, ugye, hogy a gyilkosság ne derüljön ki. Valószínűleg ezért valami három rendőr túszuk volt. És el lettek küldve a rendőrök. Legközelebb biztos, hogy parancsal fognak visszatérni, és jogilag engedélyezve lesz nekik, hogy minden rendezvényt ellenőrizzenek. Nem. Jó, hogy nem mentünk börtönbe, igazatok van. Ez most nagyon, nagyon kétoldalú. De kérdés. Igen? Hogy annó nyitjuk meg fele, mindig a vendégeket elkutattuk őket. Ja, ő adta a kést. Bejönnének a rendőrök, akkor ott a vendégek is elkutatnának, meg ottani dolgozókat is. Hogy mi? Elhiszem tudod. Hogy azt kérdem, Mária, hogy jövök közelebb. Hogyha még egyszer megnyitjuk, mit tudom, a Bahamast, egyszer, hogy mondta, hogy a ajtó be kell állni egy-két embernek, ha jön valaki átadni. Igen, ott állt valaki. Igen. Igen, a K állt ott, igen. Nem azt mondom, ha mit tudom én, bejönnek és hozzuk egy papír, hogy nem csak a vendégeket, hanem a dolgozókat is elkutatják. Vagy nagy rész szerintem csak mi voltunk ott, és de mi tudjuk milyenek vagyunk. Igen, tudjátok. De a dolgo attól, hogy egy bűnöző bejön a Bahamasba, a rendőrségnek nem indoka az, hogy átkutatja a dolgozókat. Ők csak a bűnözőt keresték, a mágust.
Én ezt értem, de azért nem tudja, milyen papírokat fognunk még iragatni itt a irodájukba, tudod. Főleg a doktor. Hogyan picsába hívják már, nem érez parancsnok, ki tudja, mit fog még érkelni. Most van a három redvédelmi is van. A Bahamas közelébe fegyvert nem hoztok, aztán veszem. Így van. Hát alapból, amikor a Bahamas csináljuk, akkor semmiféle illegális tudsz, nem kéne, hogy tilosnak, hogy nálatok legyen. Igen, hát, igen. Ha nem engedi be, akkor meg akkor gyanakodnak a zsaruk. A zsaruknak a nyomozati osztályt rá kellene most állítani a Bahamas-os gyilkosságra. Mert látták a hullát. A ma történtek utána. Ja. Úgyhogy ez így alakult. Más, a buli amúgy jó volt, csak kicsit eldorbult. Kicsit. Nem tudom, hogy mi lesz most ezután, viszont a szombaton akartok bulit tartani, Széna? Hát nekem az volt a tervem, igen. Jó, ez akkor fog kiderülni, hogy a rendőrség meg fog-e jelenni, vagy nem. Ellenőrzésre. Ha meg is jelennek ellenőrzésre, akkor is minden rendben lesz, nem? Hát, én biztos. Részegek az biztos, hogy lesznek. Hát jó van, lesznek, de semmi kés. Akkor a Bahamas-os dolgozók, akik ott dolgoznak aznap, akkor ne engedjék be a késsel. Így van, így van. Így mindenkit lepakolni, jaj. Ne engedjétek be, akinek kés van még, az se. Mert, hogy őszinte legyek, én azért késeltem most, oké, hogy be voltam kábítószerezve meg minden, íva, de felidegesített, hogy bejöttek a rendőrök egy ilyen bulira. Miközben csak a barátokkal akartuk jól érezni magunkat. Igen. Jó, viszont tényleg az én felelősségem ez az egész. Kérdezem még egy valamit? Persze. A... Úgy mindjárt nyitjuk a ládákat csak. Tart. Meddig? Két hétig vagy egy hétig? Srácok. Kettő hétig. És mióta vagy itt? Azt hiszem, két hete kb. Hogy hívnak? Venom. Venomnak tudunk adni előléptetést, vagy nem? Tudunk, szépen. Igen. Jó, oké. Okay. Akkor megkapod Venom az előléptetést, jó? Köszönöm. Valakinek bármi kérdése? Most nincs. Nincs? Semmi. Akkor menjetek meccset nézni, aki szeretne. Nyugodtan. Köszi szépen, akkor vigyázzatok. Jó, focizás, fiúk. Cső. Valaki megy. Én nem kedvelem. Jó. Vezetőség akar még velem beszélni, vagy nem? Van mondani valód nekünk? Bármi, ami a tetőben van? Nem, az előbb elmondtam szerintem. Meg kell oldani ezt a problémát. És ugye a Bahamas neve... Nevét tisztára mossuk. Érzik a pattanását. Már csak az idő fogja megoldani. Hogy jó, mikor a szombati bulit azt nézzétek meg, hogy fog sikerülni. A rendőrség biztos, hogy lépni fog, ezt nem fogja annyiba hagyni, pláne nem a gyilkosságot. Jó? És köszönöm szépen tényleg az ajándékokat, nagyon aranyosak vagytok, nagyon jól esett, hogy gondoltatok rám. Na, jók legyetek, én megyek még itt a kertbe, egy kicsit grillezek, meg ilyenek, és akkor majd beszélünk, jó? Jó, oké. Sziasztok! Na, csak kinyitjuk a 28 ládát. Na, de aranyos D, hogy visszajött. Nem tudom kinyitni! Ja, nem adtam. Ja, az a baj! Igen. Az ajtosat voltam. Csak nyitjuk a 28 ládát, egy autót fogunk megtartani belőle, megnézzük, hogy melyiket, jó? Hát ez érdekesen alakult ez a Bahamas-os buli. Jó van, direkt csináltam a balhét, elmondom őszintén, mert kellett egy kis felpi. Sajnálom Dét, de ez most nyomozást ad a rendőröknek. Dé mérges lett a szövetségesekre. A szövetségesek segíteni akartak. Úgyhogy ez itten. Mizu. Egyet nyitott. Gyere, nyisd ki az elsőt. Ja, várjál, veszünk 28 darabot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, pont annyink van, azt hiszem, akkor nyomogatom.
Jó, Ádi. Na, 28 darab. 28 éves leszek, csepp. 28. Pörögjön. Jó, ilyenünk már van, ezt postalicska. Jó, köszi a csi. Sziasztok. Csá, csá. Kinyitjuk csat, jó? RP stream vasárnap lesz majd, legközelebb. Ez mi? Igen, de minden autónk van már, nem? Igen, igen, tüdeszék, csak segíteni akartak. Igen, igen, azért mondom, hogy ez itt több oldalú dolog. Na! Hát az jó lett volna, az nem tudom mi. Kaphatok egy autót belőle, Dani? Bika írja. Bika, normális vagy? Nem, egyet tartunk csak meg, a többit töröljük. Na, ez mi? Brabus, aha. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Ezt akarok. Na, azt, az, ezt akarjuk, ez milyen autó? Vagy, na, ez mi? Ez is Brabus. Arab írja, vasárnap olyan balhét, rendezek végetek. De ez, mondom, én csesztem el a balhéval. Na, ez Lambo. Nem fog elférni. De elfog szerintem. Ja. Úgyhogy nagyon aranyosak vagytok, chat. Köszönöm a támogatást, tagságokat, subgifteket. Na, Lambo megint. Köszöntéseket a csapatnak, tényleg a szövetségeseknek. Nagyon jól esett, tényleg tök jó közösség. Ezt akarjuk kinyitni, ezt! Ez milyen autó? Ezt nagyon nehéz kinyitni, láthatólag. Köszi Matuka, na csöcsú, ne legyél így egy kocsra, egy hónap aztán itt van nekem is, szülöm 10 év van köztünk. Akkor 18 vagy Matuka? Nem 38. Na, ezt a... Na, ezt láthatólag, csak nagyon nehéz kinyitni. Ezt kell kinyitni, jó? Ez a lényeg. Egy év lesz, mire kinyitott. Dehogy is, már majdnem 10-et kinyitottunk. Na, most! Bakker! Hello, hello! Minden oké, Stoki, köszönöm. Ferrari Róma. Köszi szépen a 22 hónapot, kedves vagy. Na, most laggol. Akkor láthatólag annak a legkisebb az esélye, hogy kinyitjuk. Na ez mi? Az ott. Ez nem jó. Be is laggoltunk. Oké, be is fagytunk, annyi ládát nyitunk. Köszi Matuka, kösz. Mindenkinek rögtön elérhető lesz a stream, jó? Itt a szülinapi buli itt eldurvult egy kicsit a Bahamasban, úgyhogy majd nézzétek vissza, izgalmas. Nem, tényleg láthatólag ezt a legnehezebb kinyitni. Nem, ezt nem lehet kinyitni. Az lehet a legértékesebb, vagy legjobb autó. Amúgy jó, hogy megmentettek, rengeteg cucc után már kezdtek átmotozni. RFK felhívás. Elérhetőek. Na, Urus, azt is nyitottunk egyet. Mennyi van még? Nem tudom. Ez amúgy nem olyan rossz autó, csak jobb kormányos, ugye? Még 13 darab van. Szerintem annak a legkisebb az esélye ennek az autónak. Nem sikerül. Még a közelébe se járunk amúgy. Á. 28-at vettünk, mert hogy 28 éves leszek. Urus tartsam meg eddig? Tényleg az eddig a legritkább. Eddig mire tippeltek? Melyiket tartsuk meg, Uruszt? Ezt akarnám kinyitni. Kérd el mindet és add el őket. Nem, hát ez 728 ezer forint. Eddig Urus.
Brabuszunk van. Jó. Na! Most sok volt itt, három egymás után. Ennek a legkisebb az esélye, úgy látom. Ferrari Róbák! Persze. Az még jó lenne. Minden esetre tényleg nagyon hálás vagyok amúgy mindenkinek a mai RP-ért is. Mindenkinek, aki részese volt. Kaparost kaparjuk még le? De bakker! Ugye elpörög. Nem, egyszerűen azt nem fogja beadni. Viszont örülünk annak is, hogy a Joker visszatért. Semmit mondtuk le. Kérjük ki az autó? Persze, ha van admin, aki oda tudja adni, elkérjük, igen. Csak ez lehetetlen kinyitni, tényleg? Mi nyitottunk egyszerűen? Nem, még nem. Az autókat meg törölni fogjuk. Még három láda. PSG vagy Barca? Nem tudom, Rakel, most kezdődik majd a meccs. Nem tudom, PSG, elsőjesebb, nem? Fogalmam sincs. Akkor voltam barszás, amikor Ronaldinho-t játszott, mert én nagyon szerettem, meg szeretem a játékát. Na! Akkor is megáll. Ezt lehetetlen kinyitni szerintem. Na úcsó. Egy uruszt nyitottunk, chat. Egyetlen egy uruszt nyitottunk. Akkor melyik legyen? Az urusz, nem? Egyetlen, 28-ból mindenből nyitottunk többet. A BMW-ből azt hiszem kettőt, de az Urusból egyet. Akkor az Urus, ugye? Így a legritkább. Report. Hellóka. Kocsi adás ügyben tud valaki jönni. Cső, sziasztok! Jó estét mindenkinek, köszönöm a köszöntéseket. Köszi Bence, a 42 hónapot, te jó ég! Köszönöm a szülinapi donéteket, tagságokat, subgifteket, PayPal donésünöket. Aranyosok vagytok nagyon. Cső, Magic! Hallod, Magic, az Urusz kellene nekem, amit nyitottam, a többit odaadom, semmi sincs már meg őket, légy szíves, jó? Urusz, most körül van szopott? Autóládákat nyitottam, na, tudsz adni? Javakonnak szólsz, köszi. Megnézzük az Urusz, igen. Persze, hozzá még, nem férek hozzá, tehát... Ja, jó. Vakont hozzá. Ja, itt a vakon, cső vakont, hozzáférsz? Cső. Jó, szuper, átadom az összeset, és akkor az Urusz szeretném megtartani, jó? Jaj, nem 10. Várj, egy picit külön van a cuccim, és akkor egyszer beszélni. Én adom. Négyet nyit... Jaj, itt írja, hogy miből mennyit nyitottunk. Igen. Látjátok? Négyet nyitottunk ebből. A BMW-ből hármat, nem is kettőt. Brabusból 9-et. Igen, az Urusból nyitottunk egyetlen egyet. Ez mi? Ez az MCGT20, ez jó autó? Nem tudom milyen. Ja jó, mert abból az a második legritkább, amit nyitottam. Ez jó, jó tudom. Várjál, lehívom neked. Jó, nézzük már meg azt, meg az Uruszt, légy szíves. Jó, ennek is hátadon a képét, akkor lehívom. Azt a kettő közül szeretném kiválasztani akkor. Cső, Róka! Cső! Köszi Réve még egyszer a támogatást, aranyos vagy. Jó, már nagyon szívesen. Jó emlékeztem új kép, megnéztem. Mié? Egy éve volt. Azért mondom, ja! De akkor több volt egy kicsit, úgyhogy ne Ne vicceljél már, köszönöm szépen, aranyos vagy. Nagyon szívesen. Na akkor, igen, ez a... Igen, ez megnézem mi? Ezt, meg az Urusz.
Igen. Az jó, ez a kettő közül kéne választani, Róka. Szerinted melyik? Hűha, azt ki kéne. Szerintem amúgy ez a sportautó. Ez jobb. Útkörteszteltem. Jó, megnézem, jó? Cső. Cset, melyik? Az Urusz az megy a hegyen, srácok. Vakond, az megy a hegyen, az Urusz. Az Urusz megy a hegyen, cset. Jó, megnézem. Ez, és ezeket lehet tuningolni, vagy nem? Igen, lehet. Lehet. Menjek már veled. Ha nem, akkor pedig full tuningosra a handlinggel. Ja, jó, jó. Jó, megnézem akkor mind a kettőt. Jó, oké. Hát ez elég gyorsnak tűnik. Jó, de mit ezek az autók? Hát nyitottam 28 ládát, tudod, és akkor abból. Nyit, nyitottál! 28 leszek. Menjünk aztán ki a pályára. Jó, bejelölöd? 28, aha, persze. Cset, ez jobb, mint az Urusz. Jó néz ki a múl. Jaj, Róka, jó vagy! Dehogy vagyok jól! Jaj, beverted a fejed, jó vagy? Á, dehogy, kutya magam nincsen. Jó néz ki, jó is megy. Csúszik. Hát de az a baj, hogy nagyon csúszik. Urusz jobbat megy. Mindjárt megnézzük a pályán. Eljutunk addig, ajjaj! Kicsit lerevidítettem az utat. Oké, okay, jó. Oké, okay, jó vagy? Még a szarvas is kiugrott a bokorból. Csúszik csak. A csúri szarvas, befosattad. Mindjárt megfixeljük és akkor teszteljük, jó? Ne haragudj, de ez nem egy repülőpont. Repülőpont. Ja, de azt tudom. Várjál, okay. Megjavítjuk. Gyorsan megszereljem odakint a porlattót, meghúzzam, hogy hát a kilazult. Nem kell. Okay, most jó, csak hát tesztkör lesz. Az Urusz azért jobb, mert az megy a hegyen, nem? Igen. Fél 300-at nem nem éri el. Várj ki a végét, most egy kicsit emelkedő van. Ja, lejtőn lefele hátszélle. Aha, már. Majd figyeld. Lehet tuningolni, ez egy jó. Cset, ez 300. Majd most figyeld, majd nem tületek kap. Hát nagyon sokat nem. Hát nem, 3. Ja, most max tuninggal még meg lehetne nézni. Ja, és... Tehát akkor mind a két kocsi a tied, nem? Azt mondtad, hogy 28 ládát mondom. Ne, csak egyet tartok meg. Ja. Persze, csak egyet. Ja. Megnézzük akkor az Uruszt is. De jó néz ki amúgy, tetszik. A többit az eladormányozod? Nem, azokat megsemmisítjük a konténerbe. Ja, persze, nem. Jó, tudom, értem én. Ezek szerintem világít a sötétbe, nem? Világít a sötétbe? Hát a lámpája, nem? Én úgy látom, nem? Hogy az a... Nem, én úgy látom, hogy az a neon csinkot. Jaj, azt hiszem. Ne jó kérdez, vagy nem vagyok jól. Jó vagy, Róka? Nagyon jó. Jó, hát figyelj, ez tesztpilóták vagyunk most. Ezt most csak jó, teszteljük az autókat, mielőtt valaki azt hinné, hogy most keményen RP-zünk. Odatok? Autóval oda tudok tépéznem ugye a HQ-ra? Jó, igen. Ha benne ülsz, akkor igen. Ja, csak igazatok van. Igazad van. Nagyon jó, megjöttünk. Hát, tudom, hát ő igen. Nagyon jó. Ezt nem utassuk meg Vakondnak, hogy ezt nem. Ezt nem hiszem. Megjöttünk Vakond, még kipróbáljuk az Uruszt, jó? Ez majdnem halva jöttünk meg. Majdnem meghaltunk útközben. Nem tudom. Fé, nem tudom, ez az Urusz, ez elég vad. Kivisszük a... Közben el kell ugorjak, hogy írd meg majd DC-n, hogy... Jó. Köszi Vakond, király vagy. Köszi a segítséget. Jó, a másikat DVZ-de nyugodtan, köszi. Oké. Jelöltem. Bár mondtam. Ja, kösz. Ja, hogy te így megöltetek. Meg ez jó, mert 4 személyes is. 4 személyes, igen.
Elég vad a kinézete amúgy. Még lehet gyorsabban fog menni, nem? Jajajaj, ilyen volt a Ténának is, a Farkasnak is. És jó volt nekik? Mentek vele. Hát csak nem. De viszont ez tuti, hogy lehet uningolni. Ez tuti, hogy lehet, aha. Meg én szerettem azt, hogy fő tud menni a hegyre, az nekem nagyon sokat számít. Egy kicsit lassabb chat, de szerintem tuninggal jobb. Nyilván lassabb, de hát ő érthető, hát ez egy súly. Meg ez hegyen is, meg ez nem tudom. Viszont nem sokkal. Nem sok, hát figyelj, 20-szal megy lassabban. Most hogy rámegy egy tuning, meg főmehetünk a hegyre. Ez szerintem nem lenne olyan rossz. Csak legyen ez, nem? Na itt a valódi sebessége 270. Na várja. Csak szavazzunk. Hello. Mi volt a másik kocsi? Mi volt a neve? Szavazzunk, nézzük már meg, hogy mit gondoltok, chat. Szavazzuk meg. Hogy tudok? McLaren, jó? Oké. Mi legyen? Urus. Jó, nézzük meg, chat. Mit mondtok? Itt vagy? Itt vagyok, igen, bocsi. Ja, jó van, nem volt, csak meglepődtem hirtelen, hogy megálltunk, aztán se kép, se hang. Szavazzatok, chat. De melyiket fogod választani? Figyelj, nekem ez jobban tetszik egyelőre. Neked mit mondasz? Inkább ez. Ja, mert szimpatikus, hogy hegyre fő tudunk menni. Igen. Jaj. Mi van veled most? Ennél jó sok fő. Szerinted a dögvésznél tudnak nagy kereket rakni rá? Meg kell próbálni, hát az időt valahogy alkotni. Pandem, nem. Próbáljuk, meg menjünk el oda. Várjál, ide. Viszont. A lövés hátrafele ebből, meg a másikból. Ebből tudunk hátra lőni, vagy nem? Chat, a hátra. Ha nem lenne ott a spoiler, akkor azt mondanám, hogy tuti. És a spoilert azt le tudjuk szeretetni? Az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. Ilyen a modell, tehát az... Jajjaj, ez már ford... Jó, Róka, őrizd meg a hideg véredet. Jó, vissza IC-be, chat. Rendőr volt? Igen, rendőr. Elmenet. Van nála tegyben? Ja, nem vagyunk körözöttek, úgyhogy meg kell állni. Nem, akkor állj meg. Chat, ha nem vagyunk körözöttek, meg kell állni. Nem baj, csak nyugodtan. Ezt te tele vagyok, cucca. Szép estét. Jó estét kívánunk, estét, biztos jó urak. Kiszállnának a képjelést. Természetesen. Akkor jöjjön ura, videx. Visszajövőre. Be is futott az év magának, Los Jacob vagyok az SUD-tól, jelvény számom 16-24, rangom százados, egy személyigazolványt szeretnék elkérni. Rendben, megnézem a személyigazolványomat a zsebemben. De van itt egy kártya. Na, és milyen kártya? Lehet, hogy ez, nézze meg! Állj, egy ilyen kártyát találtam a zsebemben, nem tudom, hogy ez a személyigazolvány-e. Hát szerintem ez a busz. Valami kaparó sor. Ó, bakker! Már megint a függőségem. Jó, köszönöm. Biztos úr, akkor sajnos személyigazolvány nincs nálam. Abba beleegyezik, hogy itt az új lenyomatát beazonosítjuk is. Természetesen. Akkor megkére, hogy itt vegye le a... Csak gyorsan eszek. Kesztyűjét, ja nem látom itt ilyen lyukas újjuk. Jó, oda nyomom, lyukas így van. Így a tablethez. Rendben, meg is nézzem. Majd ételt tud adni, legyen szíves, nagyon ilyes vagyok. Persze, egy pillanat. Dillian Escobar. Akkor... Hol sejtem? Nem vagyok körözött. Még sose, most ez a gyorshajtás biztos úr, ez biztos, hogy bűn. De amúgy még nem volt semmi problémám a rendőrséggel. Hát mindjárt megnézzük. Nem vagyok benne, szerintem a nyilvántartásban. Nem? Csert? Így van. Tényleg tiszta bűnügyileg. Mindjárt nagyon megnézzük jó. Itt még a gépjárművet.
Meg nincs kinek az is rajta esetleg a rendszalvát, tudja fejből. Az a helyzet, hogy én ezt tesztkörre hoztam ki a szalomból, tudja, úgyhogy persze még csak úgy adták oda, hogy teszteljem, ezzel gyorsaságát is teszteltem az autónak. Hát mondjuk azt egy közúttal elzárt területen. Ja, igen, igen, ezt mondták de... is amúgy, hogy nehogy probléma legyen belőle, de hát ki gondolta volna, tudja, hogy maguk itt lesznek kint a külvárosban. Hát, mindenhol azt tegyük. Meg kell állni cset amúgy, ha nem vagy körözött. Na akkor gondolom egy jó kis bírság lesz ennek a sorsa. Hát igen, igen. Jó, jó, rendben van. Helyre sosem ész jó ember. Igazatok van amúgy. Hát is itt az úrnak, vagy fizesse be, amint tudja. Rendben van, köszönöm szépen. És addig biztonságos további utat. Köszönöm szépen. És a kollega mindjárt végez a... Rendben. ...társába is mellettek tovább. A Swordless nem, mert nem nyitottuk ki, így meg se érdemeljük, tudod? Na remélem tetszett cset a mai RP. Ilyen kis szülinapi buli, aztán balhéva végződött. Mafiaként pisztolyjal megállni. Királyok, új szabály van. Ha nem vagy körözött bűnöző, meg kell állni a rendőrségnek. Valószínűleg te lemaradt erre az új szabályról. A rendőrség kitesz egy táblázatot, ha azon rajta vagy, nem kell megállni, mint a mágusnak. Viszont nekem meg kellett állni, mert nem vagyok körözött, át se vizsgált a ruházatot, úgyhogy... Ez import autó szerelőség. Van szerelő, Benisztes Ronda. Kaptál bírságot te is? Nem. Én nem kaptam semmit. Én kaptam egy kis csekket, hallod. Mondták, hogy tesztkörre ne ide hozzuk pár kocsit. Mi közük van hozzám úgy kép, hogy hova hozzuk? Nem, hát én voltam az... csak sok... utas voltam, nem. Én azért nekem nem kaptam semmit. Ja, még nem tudunk, hogy nincs a neve mencset. Meg nem lehet, hát... Menjünk haza. Ja, haza kocsikázunk, aztán megyek pihenni. Cset, még nincs a nevünkön. Nem tudjuk tuningolni. Bakontól elkérjük majd jó, vasárnap, jó, és akkor tuningoljuk. Igen, kicsit stresszes nap volt. Jó, ez lesz Vakond, jó? Ez lesz az Urus, kérlek szépen. Köszi szépen a segítséget. És akkor mi lesz a választásod? Ez. Egy kicsit nagyobb kerekekkel. Hát, ja, majd figyelj, majd kiderül. Kiderül, hogy mennyi lesz jó gyakorlatban, csak ez a baj, ez a spoiler, ezt lehet, hogy le kéne szeretetni, nem megoldható, akkor pedig figyelni kell. Akkor igen. Csak hátrafele valószínűleg nem lehet a spoiler hát, miatt lőni. Nagy jártát kellett volna megkérdezni, amíg így volt. Ja, menjünk tépézzük, úgyis tesztkör volt, és rendben. Azt mondja, hogy nem probléma, akkor viszont minden oké. Retünk tovább, nélkül... Jó, beraktam magam! Nagyon jó vagy! Komolyan mondom! Beraktam magunkat a WC-be! Óriási. Hú, te nagy bókamester vagy. Jó van. Ugyan, jó pihenést, majd vasárnap neked jövök. Neked is. Jó legyél. Boldog névnapot. Minden. Neked meg boldog születésnapot. Köszi. Aranyos vagy. Köszi. Csá. Hello. Ez nagyon jó volt. Chat. Rögtön elérhető lesz mindenkinek a streamén. Nagyon hálás vagyok nektek, hogy ilyen aranyosok vagytok. Köszönöm a köszöntéseket, köszönöm a támogatásokat, a tagságot, a moderátorok segítségét. Nagyon örülök, hogy ilyen közösségem van, ilyen játékos társaim, és tényleg a szerver közösség is fantasztikus. Köszönjük mindenkinek a játékot. Még ha el is szúrtam, szerintem ezekből óriási RP-szál lehet. Úgyhogy vasárnap lesz RP, jó? Úgyhogy ennek szerintem lesz folytatása. Úgyhogy holnap nem találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én is köszönöm nektek, remélem jól szórakoztatok, és akkor vasárnap találkozunk. Videó meg szerintem pénteken lesz az Audiról, lesz egy autós tartalom,
úgyhogy majd azt nézzétek meg, ha van kedvetek. Sziasztok! Jó éjszakát! Köszönöm, hogy itt voltatok. Dedikáló kártya! Nyomjon egy egyest, aki akar nyerni. Geri, te vagy az én emberem. Sorsoljuk még ki a dedikáló kártyát. Az még nagyon fontos, hogy kisorsoljuk, így van, mert... Köszönöm, Laci, még egyszer. Köszönöm, köszönöm. És sorsolunk két darab dedikáló kártyát, nehogy elfelejtsük a dolgokat. Hajrá Barcelona, Patrick írja, győzzön a Jobbik. Köszönöm, hogy itt voltatok. Joker, örülünk, hogy visszatértél. Na nézzük, aki nyert a két... Jaj, túllapoztam, még nem az egyeshez. Aki nyert a két darab dedikáló kártyát, nem más, mint Rab Dávid. Dávid, e-mailbe vedd fel velem a kapcsolatot, kérlek szépen, jó? És akkor jár a két darab dedikáló kártya. Köszönjük a felajánlást. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Jó hétvégét nektek. A legjobbakat. Sziasztok, sziasztok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok, sziasztok.